Tisztelettel köszöntöm a Vidám Vasárnap nézőit, valamint azokat is, akik az internet, illetve a Hitrádión keresztül kísérik figyelemmel az Isten tiszteletünket. Ezúttal nem Isten tisztelettel jelentkezünk, hanem a vendégeinkkel fogok beszélgetni, és azonnal jövünk. Manapság egyre többet hallani, hogy fogy a magyar. A KSH legutóbbi felmérése szerint tavaly Magyarország népességének természetes fogyása 40.100 fő volt, ami 6.110-zel nagyobb az előző évinél. Ez azt jelenti, hogy már csak 9.771.000-en vagyunk. De hogy lehet megállítani a népességfogyást? A kormány családpolitikai intézkedései mind arra irányulnak, hogy nagyobb kedvet kapjanak a fiatalok a családalapításra. De vajon csak ezen múlik, hogy egy pár gyereket vállaljon? Sokak szerint nem. Vannak, akik azt vallják, a család a legnagyobb érték, és gyermek nélkül nem tudják elképzelni az életüket. Sőt, olyanok is vannak, akik nem az egy vagy a két gyermekes családmodellben találják meg a boldogságot, hanem egy igazi nagy családban, ahol 4-5 vagy ennél is több gyerek van. Ők azonban egyelőre kisebbségben vannak, és ők azok, akik sokszor azt kapják meg környezetüktől, hogy felelőtlenek. A következőkben olyan családokat mutatunk be nézőinknek, akik rácáfolnak az ilyen kijelentésekre. Megtudhatjuk, mi a titkuk, hogyan tartanak össze egy nagy családot a 21. század Magyarországán. Nagy szeretettel köszöntöm Illés Kornélt és feleségét, Krisztinát, akik Salgótarjánban élnek, és a Salgótarjáni gyülekezetnek a vezetői. De a felvezető szövegben hallottam, hogy a kormány családtámogató intézkedései által kapnak kedvet az emberek a gyermekvállaláshoz. Ti kitől kaptatok kedvet, hogy ilyen nagy családot hoztatok létre? Ugye elmondom a nézőknek, hogy 11 gyermek van, és hát ebből a 11 gyermekből 6 fiú és 5 leány, jól tudom? Igen. Ez szép szám. És el kell, hogy mondjam, hogy mindenki egészséges. Az egész család. Igen. Gyermekek. Mindenki igen. Egészségesen született. Teljesen egészségesen. Hát ez igazi nagy áldás. Az biztos. Te gondoltál volna erre tinédzser korodban, hogy ilyen nagy család dal fog megáltani téged a teremtő? Nem gondoltam. És a férjed? Nem. Egyet. Egyáltalán nem gondoltam erre, bár fiatalként is nagyon szerettem a gyerekeket, óvónőnek készültem, de sajnos amire oda került a sor, hogy tovább tanuljak, ott a közelünkben megszűnt ez a lehetőség. De hát így magánóvodánk lett, sok gyerekkel. És szerettem a gyerekeket, de én 2-3-ba gondolkoztam még fiatalon. Igen, de hát el kell mondjuk a nézőknek, ugye, hogy igazából a nagy változást mi okozta az életetekben, hogy Jézus Krisztussal találkoztatok. Igen. Nem voltatok vallásosok, ahogy értesültem az életpályátokról, hanem a felnőtt korotokban találkoztatok Jézussal. Melyitek találkozott először az Úrral? Te tértél meg először? Egy héttel előtte. Egy héttel? És utána már beöltöttem hétfőn, hogy a felesége. Akkor még nem volt a feleségem, csak együtt jártunk már akkor 2,5 éve. Élettársi viszonyban értetek, vagy? Hát a vége fele már igen, azt lehet mondani, már akkor eléggé egymásba gabajodtunk. És hát hallottam, hogy hát nem normális körülmények között születtél meg, hát le is mondtak rólad az orvosok, ugye? Hát igen, én 6. gyermekként születtem meg a családunkban, és 10 hónapra, és még akkor sem voltak szülési fájdalmak. És most már ezt tudjuk, hogy ilyenkor kéne, hogy fájjon egy hölgynek, hogy a gyerek... A terhesség 10 hónap? 10 hónapos volt anyám velem már, és még mindig nem volt szülési fájdalom. És bement a kórház, és megindították, de ugye akkoriban nem nagyon, nem tudom, hogy mit mértek, vagy hogy, de az volt, hogy halva szülés lesz, mert hogy a magzat elhalt. De az orvosok ezt mondták anyukának? Ezt mondták. És akkor ilyen injekciókkal beindították a szülés, hogy ez mégis jobb az anyukának, hogyha természetes úton szüli meg. És nagyon nagyon megdöbbentem, amikor megszülettem és felsírtam. De ugye anyukád közben imádkozott, úgy hallottam egy beszámolódból. Igen, ő buzgó katolikusként bement egy templomba, mielőtt bement volna a kórházba, és így
Istennek azt mondta, hogy ha életbe tart, akkor papot csinál belőlem. Na, és sikerült? Sikerült neki? Hát ő ilyen katolikus verzióra gondolt. Az nem sikerült, az látta, hogy az nem megy, erőltette ezt, aztán látta, hogy nem, akkor inkább mondta, hogy kántor. Templom mellé jártál? Hát, néha bementem a templomba is, de azért látszott, hogy ez nekem nem fog menni. Rossz jó voltál? Hát, nem papnak való, maradjunk annyiba. A pálya nem neked való volt. Azt is hallottam, hogy te a Salgótarjánban eléggé a fiatalok körében, legalább tinédzser lányok körében eléggé híres lettél, mert te voltál a karaté edző. Igen, a karatésok akkor ugye egy új sport volt, és hát ez az újdonság elég nagy népszerűséget is hozott, vittek minket körbe, mindig bemutatóztak, meg ilyen ugye fehér ruha, ez a érdekes, ott üttünk, rúgtunk, ez tetszett a lányoknak ennyi. Buktak rád. Ezt a feleséget tényleg kivegyített, hogy a bukott. Na, hogy is volt a találkozásotok? Krisztina. Nekem az egyik barátnőm mondta, bár akkor már egy pár éve nem találkoztunk, csak összefutottunk, és újságolta, hogy ő jár karatézni, és mondta, hogy milyen jó képű az edző, hogy menjek el én is edzésre, és nézzem meg, hogy... Azonnal fölkeltett az érdeklődésre. Hogy megmutatja nekem, menjek el vele edzésre, legalább lesz neki párja. El is mentem. Hát nekem akkor úgy még annyira nem jött be. Barátnőmnek szimpatikus volt, tetszett. Aztán jött a következő edzés, a barátnőm többet nem jött, én meg ott ragadtam. És akkor én is elkezdtem karatézni, de akkor úgy még nem ismerkedtünk, hanem volt nekik egy olyan nem is tudom, megbeszélt dolguk, hogy házi nyulakra nem lövünk, tehát ugye akik járnak karatézni, azokkal a lányokkal ők nem foglalkoznak. Tehát volt egy szabály akkor az edzőteremben. Igen, ott azért a karatéről kellett szólni a történet. Aha. Ezt úgy megegyeztünk. És akkor körülbelül egy évig... És ki kezdeményezte a kapcsolatot? Hát egy évig jártam karatézni, aztán utána is följártam még edzésekre, és abban az időszakban jöttünk össze. Akkor ismerkedtünk én meg. Én kezdeményeztem. Te? Magadra vállalod. Magadra vállalod, igen. Na és ez a kapcsolat ugye a megtérés előtt volt már. Persze, persze. Mi, hát 2,5 évvel. Mi 89-ben tértünk meg, meg 87-ben. De hogy milyen volt a megtérés? Hát hogy milyen körülmények között? Mert nyilvánvalóan a nézők kíváncsiak arra, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztusra találkozni. Mert ugye elmondtad, hogy papot akart csinálni a mama belőled, ez nem sikerült, az a végül is még hogyan lettél lelkész? Hát gyakorlatilag 89-ben, talán még oda vissza lehet nyúlni, hogy előtte pont egy olyan 5 héttel eltörtem a bokámat edzésen, és nem edzettem. Mert ez az érdekes, mert hétfőn, szerda, pénteken minden héten edzés volt, és én ezt 10 évre előre is megmondtam volna, hogy akkor ott leszek este 6-tól 7-30-ig, és akkor Budapestről már jártak le, azt hiszem 4. vagy 5. hete. 89-ben volt, emlékszem. 89-ben, akik salgótarjáni fiatalok Budapesten tanultak, befogadták itt az urat, és kértek itt olyan fiatalokat, hogy jöjjenek le bizonságot tenni a barátaiknak. És akkor azt mondom, hogy a 5. alkalommal már engem is meghívott egy olyan barátom, aki 2 héttel előtte fogadta be az urat, és pont nem dolgoztam, kint voltunk a strandon, gipszel, ott úszkáltunk, és mondta, hogy menjek el, nézzem meg, hogy hova jár. És nem akartam, mert ma nagyon fájt a lábam, meg nagyon éhes is voltam, de mondta, hogy nézzem meg, hogy ő hova jár, mert őt ott mindenki annyira szereti. És erre olyan ideges lettem, hogy őt mindenki szereti, mert nekem volt a legjobb barátom, és akkor hát mondom, én is szeretem ezt az embert, most mit hisztizik itt, hogy mindenki szereti. És akkor nagyon unszolt, én nem akartam, tehát volt egy ilyen... Igen. Utólagoshatom, hogy egy démonikus ellenállás az emberbe, de az a lényeg, hogy mondta, hogy akkor nézzem meg, hogy hova jár, és hogyha nem jó, akkor mondja meg, akkor többet ő se. Na mondom, jó, akkor ezt megmondom. Már el is döntöttem, akkor mentünk oda, hogy meg fogom neki mondani, hogy ez nem jó hely, és többet ide ne jön. De mi nem voltam sehol, de akkor ezt eldöntöttem magam. És akkor bementünk, nagy szeretettel fogadtak. Volt a feleségemnek akkor egy osztartás. Salgótarjánban volt? Salgótarjánban volt.
És egy osztálytársa ott volt, akit én ismertem ilyen házi bulikról, egyik barátomnak volt a barátnője, és mindig a jó helyeken találkoztam, mondom, ez itt van a kelembert, rossz hely. Ez a barátnak hívott, így ketten így leültek mellém, és Budapest jött le, aki akkor hirdette az evangéliumot, és nagyon nagy dugó volt az M3-ason, azt hiszem, és késte, de közben egy srácot előgitározott, egy szál gitárra, becsukott szemmel, hát nekem az elég karcsú volt, olyan menekülési kényszeretem voltak, ennél is a férfiasabb dolgokat szerettem, hogy csukott szemmel egy férfi gitározik, és szerinted milyen férfias hangszer? Nem a hangszerem volt a baj, hanem ez a melankolikus történet. És az a lényeg, hogy mondták, hogy picit késik, aki fog jönni, pásztor. Nem tudtam elkezdeni, milyen pásztor jön, és akkor egyszer csak megérkezett, farmer nadrág, farmer jacky, és mondták, hogy ez a pásztor. Azt mondom, én vagyok a pápa, mondom, ez pásztor. Teljes kiábrándultság, amikor megláttam. De kiment, egybe elnézést kér, hogy késtek, mert ilyen dugó volt, elkezdett hirdetni az evangéliumot, mai napig emlékszel, pedig most már lassan 30. éve, Tékozdú fűnök a történetét olvasta föl, 15 percet beszélt, és mondta, aki úgy jött ide, hogy találkoznak a Jézus Krisztussal, emelj fel a kezét, és hogy öten jelentkeztek. Mondom, ezek azért jöttek ide, hogy Jézusra találkozzanak. Hát mondom, azért jöttem ide, mert a barátom hívott, hogy mondjam meg, hogy jó hely van, nem, azért jöttem ide, így magamban válaszoltam ezek. És akkor beszélt tovább, még vagy 3 percet, megint mondta, aki azért jött ide, hogy Jézus lakat találkozni, tegye fel a kezét, akkor már 8-a. Akkor azon gondolkozom, elég mi csak 3 jöttek azért, most már 8-a jöttek azért. Hát mondom, nem hiszem el. Mondom, vagy akkor hazudott, vagy most hazudott, hülyeség az egész. Mondom, ezeket mondom, nagyon beviszik a málnásba. És utána még beszélt egy pár percet, és akkor már rólam beszélt. Igen? Igen. Mondta, van itt egy fiatal... Ismert tégedet? Nem is látott életében se. És azt se tudhat, hogy ott leszek azon az összevetel, mert mi nem volt akkor mobiltelefon, hogy itt mindenki hívott egy perc alatt bárkit. És elkezdett, hogy van egy fiatalember, és elkezdte sorolni, hogy milyen bűneim vannak, mikbe élek. Én meg mentem lefelé a székbe, mondom, hogy honnan tudja ezt, kiadta le a drótot, ilyen érzésem volt. És elmondott mindent rólam, még amit anyámnak sem mertem elmondani. És akkor már nem azt kérdezte, aki úgy jött ide, hanem azt mondta, hogy aki szeretne ma találkozni Jézus Krisztussal, az emel fel a kezét, és jöjjön előre. És akkor én ezt nem gondoltam, most akkor fölemelem a kezem, hanem így fölvágódott a kezem, arra emlékszek, és már hátul így segített valaki, de mindenki ott fegyelmezetten ült, tehát senki ember nem segített, de éreztem, valaki így lök ki a székből, és ilyen gondolatom voltak, hát azt nem hittem, hogy lehet Jézussal találkozni, csak azt hittem el, hogy az az ember hisz ebbe, aki beszél erről. Világos. Csak nem értem, hogy ő miért hisz ilyen hülyeségbe, akkor én ezt így gondoltam. De úgy voltam, de mondom, ha lehet Jézus... Katolikus létedre? Igen. Én katolikus létem, hittem Istenben, azt nem hittem, hogy lehet találkozni vele. Azt soha senki nem mondta. És... De hát hallottad biztos a templom, hogy a katolikus egyházban is azt hirdetik, hogy Jézus föltámadott. Ha föltámadott, akkor él. Igen, ezt mindig láttam, ugye én minisztráltam, és na, mindig láttam a sekrest... Persze. És a sekrestjében mindig láttam, ugye föltámadáskor, hogy kivették a sírból, és bevitték a sekrestjébe Jézusnak a szobrát. És akkor ennyi ja, volt nekem a föltámadás körülbelül. És és gyakorlatilag, amikor ezt mondta, hogy aki szeretne találkozni Jézussal, azt éreztem, hogy ezt elhiszi. Csak nem értem, hogy miért, és azon gondolkoztam, mondom, hogyha lehet Jézussal találkozni, akkor én akarok, de úgy mondom, nem hiszem, hogy ez igaz lehet. De mondom, előre megyek. Csináltam a nagyobb hülyeséget is, nagyobb balit is bevállaltam már. Mondom, most mi bajom lehet belőle? Legfeljebb többet nem jövök ide, hogyha most annyira beégek vagy valami. És kimentem Gipszbe, 10-en mentünk előre, akkor is 10-en fogadtuk be az urat. Közben mindenféle érzések kavarogtak bennem, nagyon furcsa dolgokat éreztem. És elmondtunk egy megtérő imát, és ott álltam, mi közben is nagyon furcsákat gondoltam. És akkor jött, aki akkor lejött Budapest, megálltott benne, én voltam az utolsó, aki imádkozott, és amikor elmondtam ezt az imát, akkor két dolgot biztosan tudtam, hogy Jézus él, és hogy beköltött a szívembe. És ez előtte ismeretlen volt. Teljesen. Tehát egy pillanat alatt jött, ez ugye nagyon fontos, mert sokan kérdezik tőlem is, hogy a hitet, hogy jön létre, hogy születik a hit az emberben, és sokan úgy gondolják, hogy tanulás által.
de hát a hit az egy kegyelmi ajándék, és amiről te beszélsz, ez pontosan az, egy pillanat alatt bejön az ember belsejébe. És azt is tudtam, mert az ima ezt is tartalmazta, hogy kértük Istent, hogy bocsássa meg a bűneinket. Én azt is tudtam, hogy bűnös ember vagyok. Nekem ez nem volt kérdés, hogy bűnben élek-e vagy nem. Ezt teljesen tudtam. A katolikus biblia órák alapján is tudtam a 10 parancsolatból, hogy az elég sok bűnt követek el. Majdnem mindet a 10 parancsolatból gyakorlatilag. És azt is tudtam, most minden bűnöm meg van bocsátva. Nem értettem, hogy miért. De azt tudtam, hogy most Isten megbocsátotta. Mert ezt kértük. De milyen élmény a bűnbocsánat? Hát én úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor elmondtuk ezt az imát, felszabadultam, és az egyik szemem sírt, a másik nevetett, nagyon boldog voltam, mert valóban, ahogy Ézsás proféta mondja, hogy a bűneink választanak el bennünket Istentől, és mivel a bűnemet megbántam, Isten megbocsátotta, leestek, ez a fal leesett Isten is köztem, és bekerültem Istennek a jelenlétébe úgy, hogy életemben soha. És ettől teljesen boldog voltam, és azt szerettem, hogy egész életemben ez legyen, de azért sírt a másik szemben, mert tudtam, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, nem tudom bűn nélkül élni. Hát én eddig is bűnben éltem, én ezt nem tudom megváltoztatni, és kicsit nem is akarom, mert kicsit jó is az nekem. És úgy voltam vele, hogy én nem tudok bűnben, én elmegyek, szerintem megint bűnben fogok élni, és ez meg fog szűnni, és ezt nagyon sajnáltam. És akkor már Jézus hiszem, hogy a szívemben volt, és akkor szólt hozzám egy olyan ígét, amit én nem tudtam, hogy ez a Bibliában van, de akkor azt mondta, hogy az én alkalmas voltam, a te alkalmas voltod, én tőlem van. No. És akkor még ezt nem tudom, mit jelent, meg olyan furcsa beszéd volt, nem is tudtam, hogy ez most honnan van, de utána olvastam egy pár hónap múlva a Bibliába, hogy ezt Pál apostolon keresztül jelentik a Szentlélek, hogy Isten alkalmassá tesz bennünket. Igen, a 2. Arra, Korintusba. Igen, hogy Isten együtt éljünk. És akkor jutottam, hát ha Isten ezt megteszi, hát akkor tegye. Dicsőség Istennek. És a Krisztina ezt észrevetted, hogy olyan változás történt az Kornélba? Észre. Mindjárt aznap este. Ugyanis mi már akkor fél éve együtt éltünk, és jött haza, elég késő, mint ahogy szokott, vagyis nem úgy, mint ahogy szokott, hanem sokkal később. Hosszú az összevetel. Te gondolom más gondoltál, hogy miért jött haza később. Igen, és jött haza, és se puszi semmi, hát mondom, valami itt lehet, és akkor elkezdte nekem bizonygatni, hogy hát ahogy mi élünk, az nem jó, mert Istennek nem tetszik, és hogy ő Jézussal találkozott. Hát mondom, nem, ez lehetetlen, hát ez ilyen is, biztos valami hölgy van a dologban. És hadd jegyezzem meg, ugye hát te egy ateista háttérből jössz, sőt a papát kommunista pártnak a tagja volt, a helyi kommunista pártnak valami pártitkára vagy vezetője volt? Hát pártbizottságon, én most nem tudom milyen titulusban volt, de azt tudom, hogy főiskolán tanított marxizmus-leninizmust. Tehát nem a Bibliát, meg a hitvára oktattak tégedet. Nem, egyáltalán nem. Templomban csak akkor volt, amikor a nagynénémnél aludtam, és akkor elvitt, mert ő kántor volt. Ez körülbelül egyszer vagy kétszer volt. Utána körmenetem voltam Kornéllal még. Oda ő. Milyen körmenet? Ez még a megtérésen. Ja, persze. Igen. Virágvasár. Ott. És mindig rám szólt, hogyha rossz térdemre térdeltem le. Na, igen, akkor... Tehát azt gondoltad, hogy hölgye, lány van mögött a dologban. Miért? Féltékenység? Igen. Volt problémád? Vagy nagyon féltékeny probléma? Voltam. Voltam. Voltál? Voltam. Igen. És akkor, hát én ugye sírtam egyfolytában, egy héten keresztül. Azt mondta, hogy velem marad még egy hétig, hogy meglássam, hogy nem hölgy van a dologban, de nem volt közöttünk semmi. És tehát megszakadt az a kapcsolat, ami volt előtte. Tehát mondjuk ki őszintén, volt akkor ezek szerint szexuális kapcsolatotok is. Igen. Nem vagyok indiszkrét, mert ugye mi keresztények őszintén beszélünk. Így van. Tehát és akkor ezt hirtelen ő arra hivatkozott, hogy találkozott Jézus Krisztussal, és akkor ezt azonnal felfüggesztette ezt a kapcsolatot. Igen. Jól értem? Igen. És ez neked ez érzelmileg gondolom nem volt könnyű. Hát nem volt egyszerű. De egy hétig utána még együtt, már úgy, hogy együtt laktunk, de nem volt semmi testi kapcsolat közöttünk, és mondta, hogy egy hét után, hogy ha megtérek, ha nem, ő akkor is hazaköltözik az anyukájához, és vagy megértem, vagy nem. És egy hét után
egy hét után én is elmentem a gyülekezetbe. Én hétfőből öltöltem ezért, hogy ő is ismer meg. Nagyon értékelem, Kornél, a radikalizmusodat. Erre egy hétre én is elmentem gyülekezetbe, ott befogadtam az urat. De akkor inkább... elmentél a gyülekezetbe, te is oda. Igen. Kíváncsi voltál, ki az a lány, aki elcsavarta a fejét? Hát nem igazából gondoltam, hogy ott van az, aki elcsavarta a fejét, hanem azért az egy hét meggyőzött arról úgy nagyjából, hogy tényleg lehet valami Jézus dologban. És hát közösen olvastuk egy hétig a Biblián, de ugye semmit nem értettem belőle. Most hadd kérdezzek még, most azért mentél el, mert meg akartad a kapcsolatodat menteni a Kornéllal, vagy pedig volt benned valami vágy Istennel való találkozásra? Elsősorban azért, hogy megmentsem a kapcsolatunkat. Hát így van, nézd, ez örülök, hogy ilyen őszintén elmondod. Annak idején ugye Saul, mikor még kis farmer gyerek volt, Szamarat ment el keresni, és királyságot talált. Sokszor az ember más talál a keresés közben, mint amit ő szeretne megtalálni. No, akkor érdekes a történet. Tehát bejöttél a gyülekezetbe, ugyanúgy Salgótarjánban? Igen, igen. És nem tudom, úgy érdekes, én nem tudom, miről volt szó, arra nem emlékszem. Csak azt tudom, hogy a végén úgy eldöntöttem, na jó, akkor kimegyek megtérni, de nyilván elsősorban azért, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat. És, de bennem is volt egy olyan, hogy mégis valami ösztönzést ezért éreztem, hogy meg kell térnem. És akkor kimentem, befogadtam az urat, másnap már azt tapasztaltam, hogy se káromkodás, se csúnya beszéd, mert ugye akkor előtte még volt, hogy ezek úgy egyből megszűntek, és ez ugye egy csoda volt számomra, hogy zavar az, hogyha valaki csúnyán beszél mellettem. És utána külön költöztünk, én is hazamentem a szüleimhez. Tehát elfogadtad ezt a új helyzetet? Igen, elfogadtam. Nem volt mit tennie. Muszáj volt. És akkor utána a gyülekezetbe találkoztunk. Kornél is vállalt szolgálatot, én is vállaltam szolgálatot. Ő berendező volt, én takarítottam először még. És hát ott találkoztunk főleg istentiszteletekkel. És a Szentlélekkel való találkozásotok, ugye, mert a Biblia alapján, meg hát tulajdonképpen minden egyház ezt képviseli, csak különböző módon, a názáreti Jézussal való találkozás után nagyon fontos a Szentlélekkel való találkozás. Ez mikor volt? Akkor, amikor találkoztatok Jézussal, közvetlenül utána, vagy hát később? Elég gyorsan megtörténtek az újjászületésnek a lépése az életünkbe. Ugye én, amikor én megtértem, 23-án, rá egy hétre, 30-án a feleségem, ugye utána pedig volt egy gyülekezetnek egy országos tábora, amit még nem imotábornak hívtak akkor, hanem csak egy ilyen gyülis tábor volt, Aszófön. És ő egynaposan, én meg egy hetesen mentünk el oda, és pénteken tért meg, szombaton följöttünk Budapestre, Budaörsön, ott volt vízkerességünk. Budaörsön? Budaörsön. Utána másnap... Én kereszteltelek hát meg benneteket? Leventeik kereszteltek meg akkor, és utána lementünk Aszófőr, ott meg volt a bűnvallásunk, hát az is nagyon érdekes, ott háromszor küldött vissza Levente, hogy és ilyen bűnét nem voltak? Nem, nem volt ilyen is. Elmondtam az összeset, és ilyenek nem, de mondom olyan is, akkor még egyszer, és akkor háromszor nekifuttunk, de amikor megbántam a bűnemet és megvallottam, egy ilyen vadász lesen voltunk fönt, akkor lejöttem, akkor úgy éreztem, hogy a föld fölött járnék ilyen 10 centivel, lebegnék. Hát éreztem, hogy a terek lemennek, és nagyon könnyűnek éreztem. Most nagyon boldog voltam, hogy megvallottam és megbánhattam a bűneimet. És utána már ott a táborban, hogy járkáltunk, én azt vettem észre, hogy több mint 300 hívő volt ott, tényleg nem nagyon voltak más az egész kempingben. Azt éreztem, hogy olyan erős volt a Szentlélek, hogy utólag mondom ezt, akár ezt persze nem tudtam, hogy mindig kellett beszélni, és éreztem, hogy valami, mi van vele, mit akarok itt beszélni, és akkor az egyik test mondja, hogy lehet, hogy ez a nyelveken szólás, hogy nyugodtan adjam át a nyelvemet. És akkor elkezdtem, hogy nyelveken szólás, de én tudtam, hogy ez nyelveken szólás, meg semmi nem volt. És akkor jöttünk haza a táborból, akkor mi megint bementünk Budaörsi istentiszteletre, és akkor viszont pont volt az végén Szent Szellemkeresség.
és akkor viszont te imádkoztál a Szent Szellem kerességért, és akkor én nagyon boldog voltam, hogy tudok nyelveket szólni, és gyakorlatilag egy hét alatt megtörtént az egész újjászületésünknek minden lépése. Köszönöm neked, ugyanebben az időben volt? Igen, ugyanígy. Együtt voltunk. Táboros együtt voltunk. És akkor utána házasságkötésre mikor került sor? Hát mikor jöttetek össze? Hát ugye akkor mi nagyon mondták, hogy le kell tenni az Úr elé ezt a kapcsolatot, hát nem tudtuk, hogy hova kell tenni pontosan, hogy az Úr előtt legyen. Tehát ezeket nem ismertük, ezeket a kifejezéseket. A megtérésre hallottuk előtt. Karizmatikus zsargonok. Igen. Tegyük le. De azt én akkor úgy megismertem az Urat, úgy voltam, hogy én azt hittem, hogy cölibátusom van. Nem, szintén erre azt tudom mondani, hogy nem vagy egyedül. Én ennyire szerelmesedtem az Úrba, hogy engem a nők egyáltalán nem érdekeltek. De láttál. Én magam is csodálkoztam ezen engem nagyon megdöbbentett, de tényleg tudom, hogy lehet, hogy nekem nem is lesz nő az életemben, én csak az Úr, meg minden. És körülbelül egy olyan fél év telt el, és tényleg csak Isten tiszteteken találkoztunk, és egyszer, ez ugye mi nyáron tértünk meg, és egy decemberben valamikor jöttünk fel, akkor már a Vasasban voltak az Isten tiszteletek, és volt egy ilyen nemzetközi vonat, ami hajnal fél egykor indult Lengyelországba, és azzal tudtunk hazamenni, általában azzal mentünk haza, és azon a vonattól jöttünk haza, ilyen fél egy óra felé, valahol itt 60 környékén, akkor beszélgettem, félrehívtam, mert voltunk be 10 a vonaton, áthívtam egy ilyen másik ülésre, és akkor megkérdeztem, hogy lenne a feleségem. És mi volt a válasz? Hát természetesen az, hogy igen. És hát én az alatt a fél év alatt végig az imádkoztam, hogy Uram, szólj már neki, hogy nem vegyem el. Úgyhogy igazából a fél év még nem is találkoztunk, csak egy hetente egyszer csak köszöntünk. Utána az volt bennem, hogy miért. Az volt bennem, hogy ilyen nagyszerű hölgyet, aki ráadásul tudom, hogy szeret és rajong, értem, szó szerint, ragaszkodik hozzám, talán ez még jobb szó, annyira ragaszkodott hozzám, hogy úgy voltam vele, hogyha mással látnám, akkor az engem zavarna. Ilyen gondolatok voltak bennem, és mondom, mivel én előnyerő vagyok nála, mondom, én nem passzolom ezt át másnak. És azt is tudtam, hogy akinek ő a felesége lesz, az egy boldog férfi lesz. Ezeket úgy nagyjából gondoltam akkor. És akkor egy fél év kellett, mire ezt úgy összeraktam magamba, és akkor vettem bátorságot, és megkértem a kezét, és ott el is jegyeztem, és rá onnantól még egy fél évig jártunk körülbelül jegyességbe, és utána megvolt az esküvünk. Tehát megtérésünktől egy év után házasodtunk össze. Nagyszerű. Ugye bevezetőben már elhangzott, hogy 11 gyermekkel áldott meg benneteket a mindenható. Ti akkor elhatároztátok a házasság kötés után, hogy ilyen nagy családot fogtok alapítani, megterveztétek, hogy hány gyermeket vállaltok? Hát a jegyesség alatt nyilván ma beszélgettünk erről, hogy te mit szeretnél, hány gyerek, meg ilyenek, és igazából 3-4-re gondoltunk. Azt gondoltuk, hogy 3 az már nagy család, 4 mi abban már hit is benne, vagy kilépünk hitben, 4-et bevállaltunk, az már egy komoly dolognak tűnt. Hát kb. Ennyire volt hitünk, de 11 lesz, ezt még igazából most se hiszem el teljesen. És nem is látni, én megmondom őszintén, ugye mindig csodálkozom, hogy milyen fiatalok vagytok, és 11 gyermeket már felneveltetek, 4 már ugye meg is házasodott. Igen. Most jelenleg akkor ezek szerint 7 van otthon. Hát úgy 7, hogy egy már egyetemen van Budapest, igazából 6 van otthon csak. 6 van otthon. De én nekem 4 gyermekem volt, de mindig összekevertem a nevüket, főleg a lányokat. De hogy tudtad ezeket a neveket megjegyezni? Még felolvasni is nehéz. Hát, amikor hirtelen akarom megszólítani... Fel tudod sorolni? Vagy föl. A 11 gyermek nevét? Na most leellenőrzem, hogy tudod. Lehet egy ilyen kis sztoriba, hogyha megenged, akkor belefoglom, mert egyszer a gyerekek, akkor csak 6-7 gyerek volt, de valahogy már jártunk gyülibe, és akkor hallották, hogy szeretet, meg kit szeretünk jobban, meg stb. És egyszer nekem tapadtak, főleg a nagyobbak, hogy apa, te kit szeretsz a legjobban közöttünk? Pú, de most megmondom, hogy ezt vagy azt.
egyben majd tudtam Józsefnek a történetét, milyen veszélyes ez, mikor egyiket jobban szereti az apja, mint a másikot. Mondom, mit mondjak ezeknek? És akkor, most én már felsorolom, de akkor ugye csak 7 gyerek volt, de mondtam, hogy azt találtam, hogy ki, tényleg gyorsan az urat hívtam, segíts, hogy ma, uram, mondom, segíts, mit mondjak most ezeknek? És azt mondtam, én a legjobban a Kittit szeretem, de a legjobban a Kevint, de a legjobban az Ineszt, de a legjobban a Lorettát, de a legjobban a Karlát, de a legjobban a Lariont, de a legjobban a Brandont, de a legjobban a Dentont, de a legjobban a Darelkét, de a legjobban a Colent, azt mondom, hogy nyertem. De legjobb az Ellie McGlendon. Ne is utána még, amíg maradt. Nem, ez 11. Akkor most 11-et szoroltam. 11-et felsoroltam. Számolni nem tudom. Igen. De ott csak azt hiszem, hogy a 7 vagy 8 gyerek, most már nem tudom pontosan, mikor volt ez, de azt látom, hogy mindenki megnyugodott, hogy ő ma legjobban szeretve. És a többi már nem érdekelt, hogy még miket mondok, és akkor úgy éreztem, hogy az úr kiszabadított ebből a szorult helyzetből, de néha azért, amikor hirtelen kell szólni, akkor van, hogy harmadszorra vagy negyedszerre talán én is el csak a nevét a gyereknek. De, és hadd kérdezzem meg, mert ugye nagy családoknál ez gyakori probléma szokott lenni, hogy a gyerekek hogyan tudnak osztozni a szülők szeretetét. Hogy volt-e vetekedés, verseny a gyerekek között? Hogyan tudtál bánni velük úgy, amiről beszéltél, hogy mindenki megnyugodjon, és nyugalom legyen bennük, hogy a papa, mama szereti őket? Hát ezt viszont tényleg tudatosan építettük be a gyereknevelésbe. Azt úgy nagyjából tudtuk, mert nagyon sok könyvet olvastam ezzel kapcsolatosan. Azt tudtam. Mert ez nagyon fontos, amit most mondasz. Mert ugye sokan tudod, igen, hogy így zsigerből azt gondolják, hogy tudják csinálni. Hát én azt nem gondoltam. Én... Főleg, amikor már jött az 5., 6., akkor én is bepánikoltam egy kicsit, hogy mondom, mi lesz. És azt tudtam, hogy ez baromi sok. Tehát azért... Tehát, hogy az ember ezt érzi, hogy ezt magát nem tudja megoldani. De hál' Istennek akkor már tudtuk az Urat segítség hívni, mertünk benne bízni, és mindig úgy voltunk, hogy ha az Úr adta, akkor csak ad kegyelmet, hogy valahogy föl is neveljük, és hogy valahogy egészséges maradja így érzelmileg is, hogy megkapja a szeretetet. És ugye persze sokan megkérdezik, hogy mindenkit hogy szerettünk, meg most mit, meg stb. De igazából én azt követtem, meg ez állt össze, hogy azért mindig figyeltem a gyerekeknek az életét, hogy de nem akartam minden napjukat állandóan ott ilyen apásat játszani, meg kontrollt játszani, de amikor azt láttam, hogy valamelyik úgy érzelmileg szeretett mínuszba kerül, akkor inkább azzal próbáltam több időt tölteni, akar kettesbe elmenni vele, és akkor kicsit fölhúzni őt, megtölteni. Igen. Szeretett tankját, ott szokták ezt mondani. És ugye elmondjuk a nézőknek, hogy közben mind a ketten szolgáltátok az evangéliumot, hirdettétek az evangéliumot, és részt vettetek a közösségnek az életébe, és kaptál elhívást is, mert egy nagyon sikeres közösséget tudtatok létrehozni Salgótarjánba. És hány főből áll a Salgótarján gyülekezet? Hát most nem számoltam meg, mert ide jöttünk, de, több százan van. Tehát több száz fős gyülekezet, és hát nagyon sok programot csináltatok minden évben, és sikeresek voltak ezek, és hát én, hogyan tudtátok ki az időt beosztani, hogy a család plusz mások fele szolgálni? Hát ugye Józsuén olvastuk ezt, hogy én is azért házom népe az Urat fogjuk szolgálni, ezt mi is ugye eldöntöttük az első perctől fogva, hogy az Urat kell szolgálni. Tehát Pál apostol az életében értettem meg, hogy ő is azt fölismerte, hogy Isten azért mentette őt meg, hogy ő szolgálja az Urat. És én is úgy éreztem, hogy amilyen bűnös voltam meg, amit megérdemeltem volna, az helyett Isten ilyen kegyelemben részesített, és megmentette az életemet, ezt azért tette, hogy én szolgáljam őt. És nekem ez fontosabb volt mindennél, még a munkámnál is bizonyos szempontból. Persze mindig dolgoztam folyamatosan, mert azt láttam, hogy a családot még el kell tartani, de a szolgálat tényleg az életünknek a része lett, és szerettünk tenni a közösségért, a gyülekezetért. Tényleg, ahogy a feleség is mondta, mi megtértünk, egy hét után már beálltunk a szolgálatba. Már mentünk hamarabb egy órával, két órával berendezni a tervet. Nekünk ez a jó eset, nekünk ez nem volt megalázó, vagy bántó, vagy ilyen... Mondta, hogy takarított. Igen, igen. Krisztina, te meg berendező voltál. Én nagyon szeretném berakni a székeket, hogy így is sorba legyen, így is sorba legyen.
ezeket nem szerettem csinálni, de sok minden mást is. És mindig, tehát a szolgálatban is mindig voltak változások, mindig amit kellett csinálni, gyakorlatilag bármit, az Úr bármit meg tudtunk tenni örömmel, jókedve, hálás szívvel, mert nagyon hálásak voltunk, amit kaptunk. Tudtam, hogy nem érdemeltem meg, amit kaptam, se a 11 gyereket nem érdemeltem, se a feleségemet nem érdemeltem meg ilyen módon, hogy ilyen feleségem legyen. De nagyon hálás voltam Istennek, hogy ilyen kegyelemből részesített. Hadd kérdezzem meg, hogy mindig béke, harmónia volt a kapcsolatotokban, soha nem volt veszekedés, vitatkozás, krízis. Hány éve vagytok házasok? 30 éve? Hát közel 28. házassági évfordulunk volt most az idén. 28. 28, 11 gyermek. Gratulálok! Köszönjük. Isten áldjon meg benneteket nagyon gazdagon, hosszú élettel. Köszönjük. És sok örömötök legyen a gyermekeitekben. Tehát akkor a kényes kérdést ne kerüljük meg. Hát ugye, aki azt mondja, hogy soha nem vitatkozik, vagy veszekedik, az szerintem blöfföl, vagy valamit gyógyszert szed. De közöttünk is voltak parázsviták, meg kell, hogy mondjam. De például azt már jegyesség alatt eldöntöttük, hogy az például, hogy ilyet, hogy elválok tőled, vagy ilyen adóászokat nem fogunk kijátszani. Tehát eleve kizártátok, igen, hogy bíróságra azért, menjetek. Hogy nekünk legyen igazunk, azért ja. Ilyet nem fogunk egymás fejhez vágni. Hanem azt eldöntöttük, hogy bármi is lesz az életünkben, együtt fogjuk megoldani. És voltak nehéz helyzetek, voltak rizesek az életünkben, igen, átmentünk mi is válságokon is, sok de hűtlenség úgy tudom nem volt. Nem, az Úr megőrzött, és ezért nagyon hálásak is. Ezt is el szoktam mondani, hogyha a megtérésemkor Isten semmi más nem adott volna, csak az, hogy hűséges tudok lenni a feleségemhez, akkor már nagyon boldog és nagyon hálás lennék Isten. Ez kegyelemnek tulajdonítom. Abszolút. Ez a képességem nem volt meg. Megtérésem előtt. Ez a Szentlélek gyümölcse. És te hogy érted meg ezt a 28 évet, Krisztina? Egyáltalán a szülés. Tehát nem félsz a szüléstől? Nem féltél? Ő szeret szülni, Sándor. Én még ilyen nőt nem láttam. Hát ne is lássál. Szeret szülni. Szeret terhes lenni, vagy áldott állapotban lenni, szeret szoptatni, szereti ezt csinálni. Ez tényleg elképesztő. Ez csak a 8. gyereknél fedeztem mondtad, fel. De a Krisztinának mi erről a véleménye? Mondta nekem. Ja, ő mondta nekem. De mondd el. Igaz ez, Krisztina? Igen. Én minden gyereknél nagyon boldog voltam, és nagyon vártam, hogy mikor jön már a következő. És amikor ugye de most voltál már azon, tehát, hogy legyen még nagyobb ötnél, ugye négyet terveztetek, vagy ötöt? Négyet. Hogy ennél még több legyen? Hát igazából nem volt idő megbeszélni, mert mindig jött a következő. De nem álltunk ellene. Igen. És amikor semmi védekezés ilyen ezek, tablettázás. Nem, az Úrra bíztuk. Amennyit akar adni, annyi lesz. Ebben megegyeztünk. Igen. Tehát én teljesen egyetértek, hogy kell a családot tervezni, de mi azt terveztük, hogy az Úrra bíztuk. Tehát Isten tervével. Igen. Tervével azonosultatok. Igen, és most is úgy érzem, hogy csak így teljes és kerekezett, hogy van 11 gyerekem. Ha csak 7 lett volna, akkor úgy érzném, hogy úgy valahogy nem lenne teljes az élet. Ezt őszintén mondom. Elhiszem, mert nézd, kívülről én azt látom, ugye főleg a felnőtteket ismerem, hogy mindegyik egy integrált, összeszedett gyermek, és lehet látni rajtuk Istennek az áldását, kegyelmét rajtuk, és úgy látom, hogy az ő házasságuk is sikeres, és mindegyik bibliai erkölcsi normák szerint él, vezeti az életét, és a férjükre is ugyanezt tudom elmondani. Ez teljesen így van. Úgyhogy tehát csak erősíteni akarom, mindegy kívül való, ahogy ezt látom, hogy ez teljes mértékben meggyőz engemet arról, hogy ez Istennek az áldása volt, mert ami Istentől van, az jó. Igen, és tehát tudom, hogy kívülről nagyon sok, és ezt is szokták kérdezni, hogy ez hogy, ja, igen, hogy a külső meg. A társadalom meg a környezet hogy reagál erre? Hogy tehát reagál én erre? Teljesen megértem a reakciókat azért, mert például múltkor is találkoztam egy emberrel, akinek 8 gyereke van, és amikor mondta, teljesen meghűltem, hogy 8 gyereked van. És, tehát, meg engem is, utána várjam, akkor neked 11 van.
De kívülre tényleg nagyon sok, és én megértem, hogy ezért nagyon, ilyen, nagyon furcsa reakciók vannak. Kicsit így sajnálnak is bennünket, csak mondom, mindenki, kedves, nem kell sajnálni bennünket, teljesen boldog vagyunk. Tanúsítom. Tanúsítom. Mindig öröm, vidámság veled beszélni. És nagyon-nagyon nagy reménységet tudsz sugározni az embereknek a lelkébe a beszédeddel, hogy mindig minden nehéz helyzetben nagyon hamar föltalálod magadat, és mindig a pozitívumokat nézed. Persze lehet, hogy otthon a feleséget más emberként is ismer. Csüggetten szoktad látni őt? Nem. Nem otthon is ilyen? Többnyire igen. Tudod, az egyházi embereknek az a problémájuk néha, hogy egészen más emberként viselkednek a pulpitus előtt, vagy pulpitus mögött, mint otthon. Tehát akkor önálló teljes egység van a kettő között. Igen, teljesen. Hát ez nagyon jó referencia rólad. Én mindig igyekeztem olyan lenni a pulpitusnál, mint otthon vagyok, és otthon is, mint a pulpitusnál. Tehát ezt próbáltam mindig, hogy ugyanaz az ember legyek. Ne egy színdarabot játszak egyikbe se, hanem legyek én, aki vagyok. És ugye részt vettetek a közéletben, sokféle megtapasztalás ért benneteket, gondolom hát ugye nagy hitel gyerekekkel azért ugye egészségügyi problémák is adódhattak, gondolom, ami nyilván megoldódtak. Meg hát te is többször voltál, hogy eléggé hát nehéz helyzetben voltál egészségi szempontból. És tapasztaltál Istennek természetfölötti beavatkozását, támogatását. Igen, igen. Az a helyzet, hogy mondtam, nekem az egész életem is így indult el, hogy ilyen, majdnem ilyen halvaszüléssel. Utána 3-4 éves koromban is beszedtem egy csomó gyógyszert, mert azt hittem, hogy francia drazsé, és meg akartam menni a testvéremnek a gyógyszereit, meg is ettem. És utána, mivel keserű volt, akkor kimentem a spalcba, ettem egy kanál cukrot rá, hogy édes legyen, és akkor utána persze rohamentővel vittek a kórházba, és az, hogy ott életben maradtam, az is egy ilyen csoda volt igazából. Mondták, hogy 3 ember is meghalt volna attól, az a felnőtt is meghalt, nem egy 4 éves kisgyerek. Utána pedig többször ilyen vízbefulladásos történtek, most nem akarom az időt húzni vele, de autóbaleseteim is rengeteg volt, ami totál kárra törtem, ott ilyen vakmerőségből is szabadulnom kellett. De keresztény korodban is volt, aki betegségeid, nem? Ahogy emlékszem. Igen, 8 évvel ezelőtt volt egy elég komoly betegségem, te is imádkoztál, értem, és több embert is kértem, hogy támogassanak ebbe a harcomba. Egyszerre voltam kiírva gerincsérműtétre és csípő protézis műtétre. És ezzel 8 évvel ezelőtt volt, az nagyon megviselt, 4 hónapig nem bírtam menni, iszonyatos fájdalmaim voltak. És úgy már gerincműtétre már másnap mennem kellett volna, és úgy döntöttem, hogy nem megyek, mert imádkoztam, azt mondom, hogy nem menjek. És bementem egy szerda istentiszteletre, így szántikálva, és úgy jöttem ki mindenkinek, semmi baj. Dicsőség Istennek. Itt Budapesten történt. Igen. És pont a sportkórházból jöttem, onnan át az országos ortopéd klinikára, és onnan mentem a hitparkot. Egyik helyen sem gyógyultam, de szerda este már egészséges jöttem ki a hitparkba. Nem is imádkoztak külön érte, csak az istentiszteleten részt vettél, és ott közben gyógyultál meg. Én kértem az urat, hogy imádkozzál betegekért, de nem volt a hajlandó. Ne árulkodjál! Nem úgy, hanem csak úgy prédikáció, te szoktál prédikáció közben is, vagy olyat mondjál meg, stb., de úgy voltam vele, hogy kicsit csalódott voltam, hogy nem volt ima, nagyon szeretem, hogy magam nem szóltam én neked meg senkinek, de előtte már volt személyes ima, értem természetesen, de olyan kenet volt az összevetelen, olyan hit, hogy én magam döbbentem, mert a székre is után fölött, csak ilyen kész segítségvel, és hogy fölállt, az is fájt, azt vettem, hogy eltűnt minden fájdalom. Prédikáció közben olyan kenet kiárat, teljesen eltűnt minden fájdalom, és teljesen meggyógyult. És hát részt veszel a Salgótarjáni közéletben is, ugye eléggé nagy tisztelet övesz Tarjánban, hogy láttalak ott forgolódni. Tarjánban nem? Hát ezt nem tudom, hogy valamennyire biztos. Hát forgunk, igen, próbálunk ilyen programokat szervezni várossal, közösen, úgyhogy jobban vagyunk a város vezetésével. Karitatív tevékenységet is folytatok. Igen, most is folyamatosan adjuk az ételeket. Lesz programotok karácsonykor? Minden héten van, ilyenkor már minden héten. El kell mondanom a nézőknek, ugye karácsony előtt veszük fel ezt az adást, és tekintettel arra, hogy lassan lejár az adási időnk, én nagyon szeretném
szeretnélek megkérni, Kornél, hogy a kedves nézőkért imádkoznál-e befejezésül. Különösen azokért, akik gyermekeket várnak, de eddig nem sikerült gyermekáldásban részesülnie, azt a kenetet oszd meg velük. Ha nem is, és lehet, hogy ők nem 11-et akarnak, de 2 gyerekért vagy 1 gyerekért is nagyon boldogok lennének, és csoda lenne. Legyen ez a hitük szerint. Hát az egyik leányodnak úgy tudom, hogy több évig nem volt gyermeke. Igen. 4-ig vagy 5-ig? 4-5 évig nem sikerült nekik, nem jött össze a baba. És az egyik istentiszteleten Kornél imádkozott betegekért, és akkor ő is kiment, és pár napra rá megfogant. Dicsőség az Isten. És most már gyermekükben? Most 2, most született. Most már második. Megszületettek. Igen. Na, Kornél, ezt a kenetet oszd meg a nézőkkel. Nagyon sok ne tartsd magadnál. Nagyon sok ember imádkozta Maraknek, nem lehet egy gyermeke is lett. És befejezésül, szögezzem le, ugye, ahogy a felvezető szövegben mondtam, hogy nem a kormány intézkedéseitől kaptatok kedvet a család, illetve nagy családnak a alapításához, hanem hát a hittől, Istentől. Ez így van. Akkor még nem is nagyon voltak ilyen kormány intézkedések 89-ben, meg kell, hogy mondjam, meg 90-ben se, de igazán... Nem pénzért nem vállaltátok a gyerekeket. Hát aki pénzért vállalja, az egy másik kávéház, úgy szokták mondani. De mi most se kapunk semmilyen támogatást, ezt a családi pótlikot kapjuk, természetesen 20 000 forint. De kapjatok, nem... Isten áldja meg benneteket. Ez nagyon is jó, de mi abban hiszünk, hogy Isten adja az életet, és én az életet tartom a legnagyobb értéknek, és ezért én minden gyermeket nagy örömmel vállaltam, és ezután is vállalnám, ha az Úr adna, de már azért most nem vagyunk frusztráltak, ha nem kapunk még egyet. A befejezésül, mielőtt imádkoznál, akkor még egy dologra hadd kérjek meg. Mit üzensz azoknak, akiknek a házasságok krízisben van, nem tudják, hogy összeházasodjanak, ne házasodjanak össze? Hát mindenféleképpen azt mondom... Jó házasság vagy börtön? Le kell mondani mindenről. A jó rabság, a jó házasság Krisztina, maga a mennyország. Be vagy zárva a spájzba, a konyhába. Nem. Megszűnt számodra a világ, szűklátókörű lettél, vaskalapos lettél, ugye mennyire sajnálatos módon a társadalomban elterjedt ilyen előítélet a nagycsaladosokkal szemben, hogy azt az eltemetik magukat a kis családi pitjáner életükbe. Én nagyon jól érzem magam otthon, és nekem úgy érzem ez a karrier. Ez a karrier. Hát csak tisztelni tudlak. Nagyon értékelem. És nagy áldás vagy számunkra. Én szerintem Magyarország számára is nagy áldások vagytok. Mi mindent megtettünk a népesség fogyás ellen. Ami rajtuk. Ti miattatok nem kell, hogy jöjjenek a tömeges migránsok, igen. Ahogy ezt a népességi fogyást problémáját megoldják, hanem ti gondoskodtok. A hazafias kötelességekről is ből fakadóan is cselekedtetek, de elsősorban Isten és egymás iránti szeretetből. Így van, én azt gondoltam, hogy együtt fog maradni egész élet. Talán sokan azért nem mennek, sok gyereket van, mert benn van az a kétség, hogy elválnak-e vagy nem. És nyilván 8-10 gyereke már bonyolult, még sokkal bonyolultabb a válás, és ettől való félelem akadezme sok embert, ezért el kell dönteni, hogy nem válok el soha. Ez egy döntés, akarati így, alapon egy döntés. Egy dönti az ember, és utána ahhoz kell hűségesnek van nehez a döntéséhez. Tehát még egy kérdés hadd tegyek fel, hogy ezt felvetetted ezt a kérdést, hogy a házasságnak a tartósága, ugye sokan a szerelemre helyezik egyedül, és nagyon fontos lába a házasságnak a szerelem. De látjuk, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy vannak pusztaságok a házasságban is, amikor nem lehet érezni azt a nagy szeretetet, van, amikor a egymással való gondok, problémák miatt, van, amikor egzisztenciális gondok miatt, és hát akkor azért belép a szövetség. A szövetség pedig az elkötelezettséget jelent. És nektek ez a kettő, azt gondolom, hogy benne volt a kapcsolatotokban mindig a szövetség és a szerelem is, ugye? Abszolút. Abszolút, és én is azt abban hiszek, hogy a házasságnak az alapja az a hűség. Tehát amikor az ember eldönti, hogy bármi is lesz, és nem könnyű, mert ugye, amikor bármi lehet, és vannak nehéz dolgok, de amikor az ember ezt eldöntötte, és azt mondja, hogy most mindegy, hogy mi van,
eldöntöttem, hogy hűséges leszek, akkor ez ad erőt ahhoz, hogy megoldódjon az a krízis. Igen, tehát a döntés nagyon fontos, de ugye a szövetség akkor lép be, amikor nem csak egyéni döntésről van szó, hanem egy két embernek a döntéséről van szó, és két ember azonos döntést hoz, hogy egymás elfogadják, és együtt élik le a földi életüket, az már megállapodás, szövetség. Igen. És ugye ez az alapja, igen, a normális házasságnak. Igen, mi is hiszünk ebből, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el, és ezért Istent is bevontuk ebbe a kapcsolatba, mert valóban mi ketten lehet, hogy kevesek lettünk volna ehhez, de hogyha az Istent is bevonják az emberek a házasokba, akkor Isten megtart. Hiszen, hogy bent is ő tartott meg. Nagyon örülök. Kornél és Krisztina, hogy elfogadtátok a meghívást, egy nagyon nagy öröm volt számomra veletek való beszélgetés. Ismételtem megkérlek, hogy ezt a jó kenetet ne tartsd magadnál, hanem áld meg a kedves nézőket. Öröm. Imádkozzunk. Atyám, az Úr Jézus nevébe hálaadással állunk itt te előtted, és köszönöm neked, Uram, hogy elmondhattuk a családunkról a bizonyságot. És Uram, azok, akik most gyermek áldás előtt vannak, vagy házasság, szövetség, kötés előtt vannak, és ebben bizonytalanok, én könyörgök értük, Uram, hogy jó döntést tudjanak hozni. Akiknek pedig egészségügyi akadály van a gyermekük megszületésének, Uram, tolj félre minden ilyen akadályt az útjukból, gyógyíts meg őket, Uram, áld meg az ő magjukat, hogy fogadjanak, szüljenek, és adj szép, épp, egészséges, áldott gyermekeket minden családba, ahol ezt várják, Uram, és kérik tőled, hallgass meg ezt a kérésüket a Jézus Krisztus nevébe. Amen. Amen. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm a következő vendégemet, vendégeimet, Jobb Mártont és Dórit. Gratulálok, mert látom, hogy a Dóri áldott állapotban van. Hányadik gyermeket várjátok? Tizedik gyermekünket várjuk. Ez nagyon nagy öröm számunkra, nagyon büszkék vagyunk, és hálásak Istennek, hogy így megáldott bennünket, hogy nagyon nagy várakozással vagyunk hamarosan születendő gyermekünk elé. Olyan fiataloknak néztek ki. Azok is vagyunk. Hány éves korotokban házasodtatok össze? Én 21 voltam, Dóri 23. Én azt hittem tinédzserkorban, komolyan. De akkor hány éve vagytok házasok? Így most megtudom, hány évesek vagytok. 15 éve házasodtunk össze. Én most és 10 gyermek? És most 15 év alatt? Igen. Nagyon jól néztek ki, nagyon csinosak. Köszönjük. Vagytok. Köszönjük szépen. Már azért azt el kell mondani, hogy azért a házasságunk elején is elterveztük, hogy nagy családot szeretnénk, tehát erre mi készültünk. Sőt, én gyermekkorom óta készültem arra, hogy majd sok gyermekünk lesz, és hála az Úrnak, hogy a Dórival összeházasodhattunk, és ő is hasonlóan gondolkodott, mint én, úgyhogy ez a dolog nagyon passzolt. Hát ugye Márton, én ismertem a családodat, ugye a szüleidet is, a nagymamát is, ugye el kell mondanom, hogy egy eléggé biblikus, evangélikus családból származol, és gondolom, hogy ez részben családi, vagy ahogy szoktuk mondani, generációs áldás is rajtatok, mert akár melyik ágazatot nézem a Jobb családnak, meg egy másik család ágazatot ismerek, mindenhol azért a gyermekek száma, hála Istennek, nagy, és az a öröm számomra, hogy minden gyermek szereti az Urat, és Istennek a törvénye szerint élnek. Te hogyan kerültél, ugye apukádon keresztül, hát folyamatosan benne voltál a keresztény közösségi életbe, de Dórival hogyan jöttetek össze? Ugye én nagy családban nőttem fel, hogy említetted, hatan vagyunk testvérek, és egy ilyen, én ezt szoktam meg, nekem ez volt a természetes, hogy amikor leülünk ebédelni, akkor nem, akkor sokan vagyunk. Tehát én ezt szívtam magamba, és meg kell mondjam, hogy nagyon pozitív példát láttam a szüleimnél, hogy hogyan működik a házasság, hogyan tud jól működni egy házasság, hogyan tud jól működni a gyermeknevelés, és ezért én kiskoromban arra készültem, hogy egyszer, ha felnőtt leszek, akkor én is szüleim útját kövessem e tekintetbe. Ugyan már túl mentünk a hat gyermeken, és most már büszkesebben kifúzom magam, hogy az Úr nagyon jó, tehát nagyon megáldott bennünket.
de azért ez így indult a házasságunk elején. Én élsportoló voltam, de azért nagyon fiatalon kinéztem a Dórit magamnak, bár talán visszaugranék egy kicsit az időbe, az első ismertségünk akkor voltam, amikor 1 éves voltam, Dóri pedig 3. Mondanom kell, hogy szerelem akkor volt első látásra. Várjál, hogy van ez, ugye? Akkor ez nem is diák szerelem. A szüleink. Baba szerelem? A szüleink egyházban laktak, és éppen a Dóri szüleink... Nem egyházban, már vallás értelemben. Nem vallás értelemben, hanem egy épület. Épületre vonatkozik most ez a kifejezés. Egy belvárosi bérházban laktunk, és a Dóri szülei éppen gyermekvigyázót kerestek, és szüleim pedig jelentkeztek erre a nemes feladatra, és tulajdonképpen az első ismertségünk fiatalkorban innen eredeztethető. A szülők vigyáztak a Dórira? Igen. Így van. Igen. És akkor gondolom, hogy te is kicsi voltál. 1 éves, tehát igen. 1 éves? Emlékszel 1 éves korodra? Nem, ezt viccből mondtam, hogy szerelem volt első látásra. Persze, ugye egy dolog, hogy az ember tudatában mi van, meg más az, ami a szívbe van, de lehet, hogy a szíved megőrizte Dórit. És utána... Már Dórit a kisgyerek, illetve csecsemő. Hát nem csecsemő, hanem babakorában. Babakorában. És utána nyilván mivel elköltöztünk a házból, ez a kapcsolat megszakadt, de miután Dóri megtért... Na de azért, hogy félreértés, nehogy okot adjuk a félreértésre, tehát milyen kapcsolat volt ez? Egy ilyen gyermekbarátság, nem? Gyermekbarátság, de még nagyon-nagyon korai barátságról beszélhetünk. Később akkor lett ez komolyabb, amikor egy gyülekezetbe jártunk, hiszen a Dóri is 12 éves volt, amikor megtért. És te nem keresztény, vagy hogy, milyen családból? Én római katolikus családból jöttem, és a bátyám meg a nővérem után röviddel én is megtértem. De gyakorló katolikus voltál? Igen, igen. Tehát mi jártunk templomba. Az sok televízió néző kérdezi ezt, hogy akkor hogy van ez, hogy én is római katolikusként jöttem be a világba, úgy is neveltek, és nagyon sokszor megkérdezték tőlem, hogy akkor hogy van, hát római katolikus létedre miért kell neked megtérni? Számomra az volt egy nagyon nagy mélypont, amikor az egyik mise után hazamentem, és sírva fakadtam, mert olyan halálfélelmem támadt, és sírtam a szüleimnek, hogy mi lesz, ha meghalok. És ez pont egy mise után volt, és az annyira mélyen érintett, és ezután pár hónappal volt ez, hogy a testvéreim megtértek, és láttam a bátyámon, hogy depressziós volt, és most vidám. És ez akkora nagy öröm volt, hogy egyből akartam menni a gyülekezetbe, ők még mondták, hogy még ne gyere, még túl kicsi vagy. Aztán eltelt 1-2 hónap, és akkor megengedték, hogy elmenjek velük, és egyből megtértem. Még nem tudtam, hogy ott sok van. Sok munkám volt ez benned? Nem. Ez sok munkám volt abban, mire házasság lett, és nagy kegyelem. Ugyanis mi aztán jó barátságban lettünk, egymással így teltek az ifjúsági évek is. Gyakorlatilag együtt nőttünk föl, de ez tényleg csak barátság volt köztünk. És amikor én elkezdtem többet érezni a barátságnál, és szerettem volna, hogyha... Több, mint barátság lenne közöttünk, akkor azt éreztem, hogy a Dóri még úgy annyira nem úgy tekint rám, mint potenciális jelöltre. De, játszótársra. Játszótársra. Úgyhogy ezért kénytelen voltam több olyan programot szervezni, ahol így ismerkedhettünk, úgyhogy 3 sítábort is szerveztem. Ahol ő miatta? Ő volt a mozgatórugó egyébként az elején, és több mint 40 emberrel mentünk síelni, és hát próbáltam azért... Bekeríteni. Nem volt egyszerű, de így a 3. sítábor, mindent megtettem, tehát először Dóri nem akart jönni az első sítáborra, pedig már nagyon kedvező árat biztosítottam számára. Pozitív diszkriminációban részesítette, hogy alacsonyabb árat adtál neki, mint a többiek? Mert... Nem csak őt, hanem a barátnőjét is, hogy hát együtt eljönnek. És végül is sikerült, úgyhogy 1/3 áron eljöttek az általam szervezett sítáborba. Mondom sem, hogy én akkor nem tudtam még síelni. Tehát úgy szerveztem a sítábort, hogy fogalmam nem volt, hogy miről szól a síelés, de volt egy célom. Dórit jobban megismerem, és azért el kell mondjam, hogy a 3. sítáboron már úgy mentünk el. Egyrészt megtanultam, tehát több pozitív hozománya volt a síelésnek, egyhogy megtanultam síelni, amit azóta is nagyon-nagyon szeretek, és az, hogy közelebb kerülhettem a Dórihoz, és a 3. sítáborban már azért jegyesek voltunk. Dóri, te sejtetted, hogy miről szól ez a sítábor?
Nekem legalább egy-két év kellett, mire egyáltalán leesett az, hogy ő szeretne valamit tőlem. Tehát mivel nagyon jó barátok voltunk, én nem gondoltam, hogy ennél több lenne ebbe, de aztán egy-két év próbálkozás után már gyanús volt, hogy lehet, hogy ő többet szeretne. Közben ugye a Márton nagyon intenzív sportolt a tanulás mellett, ugye középiskola, egyetem mellett is sportol, és élsportoló lettél. El szeretném mondani a nézőknek, hogy hány világbajnokságot nyertél? Három. Hármat. Kajakkenuban. Kenuban, igen. Ja. És egyéniben is indultál. Csapatban nyertem 3 világbajnoki aranyat, de olimpián egyéniben is indultam. Tehát, és 26 éves koromig tartott tulajdonképpen egy a élsport pályafutásom. Fiatalon hagytad abba. Igen, ennek egy komoly döntés állt mögötte, hogy nagy családot szerettem, akartam. Család miatt hagytad abba. És nekem döntenem kellett, hogy az élsportra építem az életemet, vagy pedig megkeresem azt az anyagi hátteret, amivel egy nagy család fenntartható. És mivel az élsport egy nagyon bizonytalan közeg, ha nem úgy jönnek ki az eredmények, akkor nincs úgy pénz, illetve hát azért sok hónapot én edzőtáborba töltöttem egy évben, és ezért döntöttem úgy 26 éves koromban, hogy én a családot választom, és noha sokan álltak értetlenül a dolgok előtt. Hát megértem, mert úgy tudom, hogy ugye 26 év után adja ki legjobban az ember azt, ami benne van. Igen, de nem érzem azt, ez így van, de nem érzem azt, hogy ez a döntés rossz lett volna, nagyon-nagyon örülök annak, hogy ezt a döntést meghoztam. A dicsőségért, most ilyen módon a sport dicsőségért, mert ugye minden sportoló azért sportol, hogy győzni akar és aranyéremért játszik, hogy ő legyen a bajnok. Az én dicsőségem, az én feleségem és az én szép családom. Zene a fülemnek, amit mondasz, Márton. A kapcsolatunknál szeretném elmondani, hogy óriási értéknek és kincsnek gondoljuk azt, hogy sem Dórinak, sem nekem nem volt más az életünkben. Tehát úgy mentünk bele a házasságba. Tisztán mentünk bele a házasságba. Nász éjszaka, valóban nász éjszaka volt. Valljuk ki, hogy szüzen mentett. Te is szűz voltál, és a Dóri is szűz volt. Így van. Ezt ajánlod a fiataloknak? Abszolút. Azt gondolom. És milyen indokkal tudnád megindokolni, hogy miért fontos? Olyan kincs és értékez, és olyan, ami most így utólag visszanézve ugyanúgy csinálnánk, és tudom azt, hogy rengeteg áldásom az életünkben van, az ennek a következménye, ennek a határozott döntésnek a következménye. És noha engem is, meg a Dórit is fiatalkorunkban lehülyéztek az osztálytársaink, ismerőseink. Ezt akartam kérdezni a következő kérdést. Amit lehetett, azt megkaptunk. Szemfazékkal? Abszolút. Tehát ugye élsportolóként azért nem ez jellemző azért a sportolói körre. Nagyon sok... Reméljük a jövőben, igen. Reméljük, hogy így lesz. Nagyon sok kritikát kaptunk, de nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ilyen erkölcsi tanításokon nőhettünk fel, és ezt értéknek gondolhattuk fiatalként, és azt szeretnénk, hogyha Isten megadná, hogy a gyermekeink is így mehessenek bele a házasságba. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy tehát olyan közegben mozogtatok, hogy nem könnyű vállalni egy bibliai erkölcsi érték mentén való életvezetést, mert folyamatosan ugye, ahogy mondod, gunyolódás gondolom isnak is tárgya volt, elcsufoltak is, meg volt rossz indulatú megjegyzés, meg vicceltek is veled, gondolom, ugrattak benneteket. Hogy lehet megállni egy ilyen közegben, és megőrizni az erkölcsi integritást? Én ugye nagyon sokat jártam edzőtáborban, nagyon sokszor voltam távol Magyarországról, hiszen így a sportnak köszönhetően én volt egy gitárom, amit mindig vittem magammal. Ha repültünk, ha akárhova mentünk, mindig ott volt a gitár, és én nagyon sokat dicsértem az Urat gitárom. Tehát egyszerűen az életvitelünk volt, nekem is, a Dórinak is az, hogy az Úrnak a dicsérete, a zene is sokat segített abban. Az Istennel egy olyan személyes kapcsolat, hogy én nem tehetem meg azt, hogyha kijelentettem azt, hogy az Úr nekem adni fog egy feleséget, én hittem ebben, ezek után én elbukjak, mert megszégyenültem volna az emberek előtt. Tehát az én megvallásom, amit én megvallottam gyermekként, azért az is kötelezett arra, hogy megálljak, és megvárjam azt a
az időszakot. Noha sokszor azért a falat kapartam, és lett volna lehetőség arra, hogy máshogy cselekedjek, de nagyon örülök annak. És óriási kincs, és hálás vagyok Istennek azért, voltak, hogy lányok hajtottak rá? Volt olyan is, és volt olyan pillanat, amikor éreztem, hogy nekem most innen el kell mennem, föl kell állnom, mert Hasznos a futás. Hogy is szokták mondani ezt? Igen, tehát voltak ilyen, kerültem ilyen helyzetbe, de mondom, nagyon-nagyon örülök. És biztos vagyok benne, hogy az áldás, ami most rajtunk van, az nagy százalékban annak is köszönhető, hogy mind a ketten így mentünk bele a házasságba és a szövetségbe. Gyuri, és te, hogy a barátnőktől nem kaptál hasonló megjegyzéseket? Nekem az egyik barátnőm azt mondta, hogy ez a nyomorom, hogy nekem barátot kell álmodnom magamnak. Mert ők ezt úgy gondolták, hogy mert én mondtam, hogy én nem szeretnék barátot, hanem majd az Úr kirendeli a számomra az igazit, és ő lesz az egyetlen. És ők ezt úgy gondolták, hogy ez egy nyomor. Nyomor? Nyomor. És azért a barátnőim nagy része még nem is házasodott meg, már azoknak a barátnőimnek a nagy része még nem is házasodott meg közel a 40-hez, tehát szerintem így utólag ők is látják már, hogy mégsem nekik volt igazuk. Hát sajnos ugye ez egy nagy tapasztalat, hogy az ember először él, aztán utána jön rá, hogy kellett volna, hogy legyen vezetője. Igen. De amikor fiatal az ember, nagyon nehezen fogadja el a vezetést. És hát ti ezek szerint elfogadtátok, hogy van egy felsőbbrendű törvény, az Istennek a törvénye, aminek alárendeltétek magatokat, és ennek köszönhetően, hát hogy mondjam, egy eredeti állapotba kaptátok meg egymást. Igen. És működik. És ez egy tudatos döntés, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt elhatároztuk, mert ha azt az ember nem határozza el, akkor olyan nincs, hogy majd ha sikerül, akkor így csinálom, mert akkor nem fog sikerülni. És ez a házasságban belül is, tehát hogy évek múlnak el, hát mondjuk, hány éve vagytok házasok? 15. 15 éve. Tehát ez állandóan egy ilyen megújulási forrás, hogy ő az egyetlen egy, aki az életemben volt, és senki más, és nem is lesz, eleve ki van zárva. Így van, tehát egy döntést hoztunk, hogy mi nem fogunk elválni. Ez a házasság az Úrtól van. El kell mondjam, a Dóri nekem a legjobb barátom. Tehát ez egyszerűen olyan alapokra építettük a házasságunkat. Tehát szerelem. Van szerelem. Barátság. Így van. És egy olyan egység. És egy elkötelezettség. Igen. Tehát egy szövetséges. Igen. Tehát én úgy folyamatosan úgy gondolkodom, hogy nekem vigyáznom kell a Dórira, mert vele szeretném 40-50 év múlva is élni az életemet. Na most, ha én őt olyan helyzetbe hozom, hogy egy idegroncs lesz, akkor egy idegroncssal kéne leélnem az életemet 30-40 év saját múlva. Saját sorsodat teszem. Van ebben önös érdek is, hogy vigyázzak a feleségemre. Abszolút. És amit én kulcsnak érzek a házasságunkban, az az, hogy mi mindig időt szánunk arra, hogy beszélgessünk sokat egymással. Tehát nem túlzás azt mondani, hogy naponta közel 2 órát mi beszélgetünk egymással. Amikor a gyerekeket lefektetjük, utána csak egymásé vagyunk. Na várjál, akkor ez egy nagyon fontos, amiről most beszélsz. Ez a úgynevezett könyvekben minőségi időt töltésnek is mondják, vagy kommunikációnak is mondják, és akkor hogy? Ki van zárva a külvilág, nincs televízió nézés, internetezés, világhálón való mászkálás? Igyekszünk. Azt a döntést hoztuk a gyerekeknek 8:30, legkésőbb 9:00 ágyban a helyük. És egyébként, ha erre ezt tudatosan építjük, akkor erre azért van mód, és többnyire 9 óra után marad a 2 óra. Így van, tehát addig, hogy a gyerekek, azért 9 gyerek, hamarosan 10 gyerek, azért nem kevés feladatot ró ránk, és meg kell, hogy mondjam, erre később visszatérünk. Igényünk is van arra, hogy normálisan együtt legyünk, és tulajdonképpen, amikor a gyerekek lefekszenek, elcsöndesednek, mi akkor élünk igazán. Szóval ez egy olyan fantasztikus élet, amikor van miről beszélnünk, és tulajdonképpen mi ott frissülünk fel, ott újulunk meg, és nem hagyjuk, hogy a szőnyeg alá söprődjenek a problémák, nehézségek, hanem ez volt a másik döntés, amit hoztunk a házasságunk elején, nem fekszünk le úgy, hogy feszültség lenne közöttünk.
Ezt 4-5-ször azért házasságunk alatt a 15 év alatt előfordul, de nem többször, hogy úgy feküdtünk volna le, hogy feszültség van közöttünk. Tehát, ha jól értem, akkor mondjuk, hogy betyárosan, élesen nem is veszekedtetek egymással soha? De. De nem fekszünk le, úgyhogy feszültség lenne közöttünk. Ja, tehát megbocsátás. Így van, tehát mi este megbeszéljük. És akkor hogy történik ez a, mondjátok a kedves nézőknek. Mert ugye hát ehhez, hogy valaki kikezdeményezi, mert ugye mindig az első a nehéz, hogy ki az, aki magába száll, és az kimondja először, hogy bocsáss meg. Hát azt azért el kell mondjam, hogyha közöttünk feszültség... Melyik a makacsap közületek? Mind a kettő azért erős temperamentum, a megáldott személyek ugye vagyunk. Ugye a házasságban rugalmasságra és engedékenységre is szükség van ahhoz, hogy újra a konszenzus és a békesség létre tudjon jönni a két fél között. Egyetértetek velem? Igen. Abszolút. Na most ki, aki keményebb, tehát rugalmatlan, kicsit provokatív? Szerintem hasonlóak vagyunk, és olyan 50-50%-ban egyikünk vagy másikunk, aki hamarabb meglágyul. És tehát lehet, hogy ez a bocsánat kérés a háznak a másik végéből SMS-en történik. Megtámolni pontra megyünk, de megtörténik a megbocsátás. Hát és úgy jön a válasz. Jön a válasz, és utána találkozunk félúton. Hogy mondjam, ennek számtalan formája van. Egyet tudunk, hogy mi nem akarunk rosszba lenni egymással. Tehát az a lényeg, hogy nem szabad lefeküdni, ahogy Isten igéje mondja, igen, hogy le ne menjen a nap a haragotokkal. Szerintem. Ezt tehát maximálisan betartjátok minden nap. Igen. Nekünk ez egy nagyon-nagyon fontos itt vallásunk. Igen. Sőt, azt gondolom, hogy az a 4-5 alkalom, ami volt, amikor nem rendeztük úgymond, akkor is mind a ketten megbocsájtottunk. És tudtatok utána aludni? És tudtunk utána aludni. Ugye nem bocsát meg az ember, persze, sokszor haraggal, neheztelésre fekszik le, gyötrődik éjszaka. De a legjobb, ha meg is beszélünk. Igen, tehát mint mondtam, hogy használhatatlan vagyok, amikor egy feszültség, nem is tudunk igazából aludni. Tehát egyszerűen ennyi házasság, ennyi együtt töltött év után ez már... Meg hát a lelkiismeretek nagyon... Az vádon, ahogy igen, látom, hogy érzem, hogy nagyon érzékenyen működik a lelkiismeretetek. Nekünk nagyon fontos, hogy egységben legyünk. Tehát egy ekkora családot feszültséggel nem lehet kormányozni. Egy ekkora családban, ha nincs egység a feleség és a férj között, egyrészt a gyerekek nagyon gyorsan észreveszik, és ki tudnak játszani bennünket. Másik oldalról meg egyszer a szövetséget, az egységet tudja megáldani Isten. Úgyhogy nekünk fontos, hogy minél gyorsabban egységre jussunk mindenben. De és milyen szerepet játszik? Nyilván az egymással való kapcsolatotokban igen, de magában a gyermekvállalásban, a gyermeknevelésben a hit, és ahogy mondja a Biblia, hogy Krisztus tanítása szerint neveljétek a gyermekeiteket. Ezt hogy valósítjátok meg? Nekünk először is minden gyermekünk áldás, és minden gyermeket terveztünk, és igyekszünk a gyermekeinket istenfélő módon nevelni. Tehát például a gyermekeinknek az, hogy mi hétvégenként Isten tiszteletre járunk, ez a legtermészetesebb dolog. Ha véletlen olyan dolog jönnek közben, hogy nem tudunk menni, akkor is kiharcolják, már pedig ők menni akarnak. Ez tehát nagyon jó. Nekik az a közösség, az a közegben jól érzik magukat, nekik az a természetes, ebben nőnek fel, ott vannak a barátjaik, és azt látjuk most már, így ugye a Grétője 10... Hát a két legnagyobb már megtért, és mind a kettő magától. Tehát mi nem mondtuk, hogy most már itt lenne az nincs ideje. Kényszer. Nincs kényszer. Titeket kényszerítettek? Ugye a apukádat, anyukádat nagyon jól ismerem. Kényszerítettek ők nem, arra, nem, hogy térjenek? Nem kényszerítettek, én 13. Nem olyan embereknek ismerem nem, őket, nem. Nehogy félreértés legyen, nem. Csak azért mégis... Ellenőrző kérdést tettem fel. Nem, én magam mentem oda édespámhoz 13 évesen, hogy szeretném elmondani a megtörő imát. És ez az adott napi Isten tiszteleten, ez meg is történt. Tehát ők nem mondták, egyszerűen belülről jött ez a vágy, és amire nagyon-nagyon örülök, hogy a gyermekeinkben is belülről jön ez a vágy. Hogy ez... Például szó volt itt arról, hogyha betegség vagy nehéz helyzetek vannak, gyermekének igényük van egyébként arra, hogyha valaki beteg, akkor apa imádkozz értünk. Tehát, hogy ez valahogy úgy benne vannak, ebben a közegben nőnek föl. Számukra ez egy természetes dolog, hogy az Urat keressük, vagy imádkozzunk, ha valami baj van, vagy egyébként is imádkozzunk. Úgyhogy... Nyilván a legfontosabb a példa, amit látnak. Sajnos nem minden esetben sikerül a tökéletes példát eléjük
imádkoztok rakni, de igyekszünk, is? Igen. Szoktunk imádkozni kettesbe is, és szoktunk imádkozni a gyerekekkel is időnként. De azt látjuk azért, hogy ahogy így a nagyobbak nőnek, hogy azért maguk is imádkoznak a szobájukba. Meg igét olvasnak. A tanulás, sport, vállalkozás, plusz még a közösség életben is részt vettek azóta is, plusz még közéleti személy is vagy Szegeden. Azt elmondhatom, hogy nem unatkozunk. De szóval a nagy család az egy olyan reménységet és hitet ad az embernek, hogy ott nincs mese, ott menni kell előre, szóval az egy felelősség is azért a szülőkön, hogy egyrészt eltartsák a családot, másrésztről meg azért megteremtsék a hátteret. De valahogy az élsportból hoztam azt az összeszedettséget, illetve célorientáltságot, vagy céltudatosságot, ami jellemzi az életünket. Tehát az életünk nem csak úgy folyik, hanem határozott céljaink vannak. És én azt gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy ezt így tudjuk érni. Ahogy elmondtad, tehát, hogy céltudatos, de spontanitásnak nem adtok semmilyen lehetőséget, esélyt? Spontanitás az probléma, folyamatosan benne van. De tehát nem vagyunk azok a jegyzetelős típusok, az a probléma, hogyha nagyon meg van szervezve a családi élet, és nincs spontanitás, akkor nem sok öröm van. Nem. Rosszul mondtam, a célokat látjuk, de odáig spontán megyünk. Igen, ebből kifolyólag sokszor hiba is csúszik a gépezetbe, mert nem vagyunk azok a mindent megtervezős típusok, és néha előfordul, hogy egy-egy gyerek itt marad, ott marad. Én nagy hangsúlyt tettem a spontanitásra, a feleségem jobban gondolta dolgokat, volt ezekből feszültség, de nálatok látom, hogy nagyobb a harmónia ezen a területen. Hát egyikünk se az a túl precíz. Ezt meg is kapom édespámtól. Igen. Édespám egy nagyon precíz ember. Én úgy annyira nem, de valahogy működik. Tehát azért működik a családunk, egyben van a családunk, szépen hát élünk. Nem kifejezés, nem finoman fejezett ki magadat. Újra el tudom mondani nektek is, hogy kívülről egy nagyon szép és csodálatos történet a ti házasságotok is, és nagy áldás gondolom a környezetek számára is. Igen, nagy kihívásokkal nézünk nap mint nap szembe, tehát azért a reggeli beszélgetés a napi menetről szól azért, amely vettünk egy 17 személyes buszt, tehát van egy ilyen, én is, meg a feleségem is hivatásos buszsofőrök vagyunk. Tehát el tudnám menni a Tarlós István úr, mi a Szegeden vagy a Botkának jelentkezni, hogy el a buszsofőrre van szükség. Még 17 személyes buszig van jogosítványunk, ilyen képes 17 személy, de mondjuk egyelőre még nem gondolkodtuk, hogy tovább kéne lépni. De kénytelenek voltunk venni, mert kinőttük az 5 személyest, a 7 személyest, a 9 személyest. Hát főként éppként a Dória városba. Ó! De amikor itt meg... áldott állapotban? Itt nincs mese, tehát itt közös munka van. Azért egy délután, amikor ugye a gyerekek iskola, óvoda, bölcsöde, külön órák, egy olyan 15 állomás azért van délutánonként. Jó, ilyen, hogy összeszedni hát, hogy a gyerekek. Tehát ilyen taxi, tulajdonképpen délután 3 órakor indul az iskolabusz, és egészen este 7-ig fél 8-ig. Van olyan, hogy nem néztek oda, és valamelyik gyereket elhagyjátok, és eltűnik a gyerek. Ez mindennapos. És otthon a, nem. A létszámolvasásnál kijelzik, hol van. Ez előfordul, de gyerekek tudják, hogy ha apa így elmegy előttük autóval, mert elfelejtette, hogy ott meg kellett volna állni, akkor visszamennek a zeneiskolába, óvodába, tehát iskolába. Nem sértődnek, mert tudják, hogy óra múlva megint járunk arra. Na, ezek azok a dolgok, ami szerintem mi próbálunk lazán kezelni, mert ezt nem lehet máshogy. Tehát mi az életünket, családunkat egy kalandnak fogjuk fel, és egy áldásnak, de mivel állandóan változnak a dolgok, és a spontaneitás minden nap benn van az életünkben, egyszerűen, hogyha ezt nem lazán kezeljük, akkor abba nem lehet máshogy. De és... Van igényetek arra, hogy ketten legyetek a gyerekeken kívül, tehát hogy elmenni valahová, ahol csak ketten vagytok, vagy akár olyan, hogy ki vagyok fáradva, szeretnék egyedül lenni? Arra annyira nincs igényünk, hogy egyedül legyünk. Mi nagyon szeretünk együtt lenni. Tehát elkezdtünk járni színházba, időnként elmegyünk étterembe, kettesbe, vagy sétálni.
nem azt mondom, hogy ez mindennapos, de nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, tehát ezt mi ugye elkezdtük kiszakítani tulajdonképpen ezt az időt magunknak, azon kívül, hogy este ugye együtt vagyunk. Azt nem mondjuk, hogy itt több napra el tudnánk menni, mert ez még most nem működik, mivel a legkisebb gyerekünk is egy éves, és a legnagyobb meg még nincs 14, tehát ezért törekszünk erre, de abszolút igényünk van. Tudod, azért is teszem fel a kérdést, mert többen úgy gondolják, hogyha több gyermeket vállalnak, akkor az apai, anyai szerepbe annyira bele kell menni, hogy megszűnnek például az anyák, mint nő lenni, a férj, mint férj lenni, férfi lenni a felesége számára. És ugye ebből a szerepből nő ki a család. És nagyon fontos, hogy a nő továbbra is nő maradjon. A férfi maradjon. Mert ez az, ami összeköti őket, és megmarad a kapcsolat, a kontaktus. Erre utalok, hogy ezt tudatosan csináljátok ti, vagy érzitek úgy spontán, hogy ez nagyon fontos, hogy meglegyen az intimitások a gyerekektől függetlenül is. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan, ahogy én látom a családokat, és szomorú látom azt, hogy nagyon sok család tönkre megy, ugye látjuk azért, hogy sok házasság, rossz házasság, és ezért hálát adok Istennek, hogy mi házasságunkon áldás van. De én úgy gondolom, hogy nagyon sokan pont itt szúrják el, hogy nem figyelnek oda arra, hogy nő legyen, vagy férfi legyen, vagy hogy, hanem egyszerűen bele... Meg a gyereket maguk elé helyezik. Így van. A gyerek van a középpontban, és ezáltal könnyen tönkre megy a házasság. Van olyan helyzet, amikor tudatosan kell. Általában ez spontán megy, hogy az ember igényli amúgy is, hogy kettesbe legyen, és megmaradjon férfinek, nőnek, de van, amikor tudatosan kell erre odafigyelni. Például most én nagyon szeretek síelni. Nagyon ritkán jutok el, tehát egy évben körülbelül 3 napot tudok síelni, de azt nagyon tudom értékelni. És a Dóri tudta, hogy nekem van egy ilyen. Én nekem ez fontos, hogy el tudjak jutni. És most azt mondta, hogy éppen, hogy elenged síelni, és akkor vittem a nagyokat. 3 nagyobb gyerekemet vittem, és elmentem síelni, síeltem velük. Tehát van így, hogy kicsit szétszedjük a családot, és én a nagyobbakkal csinálok programot, Dóri a kisebbekkel, van, hogy együtt csináljuk. Tehát valahogyan azért törekszünk arra. Tehát akkor is maradt a Dórinak 6? Hát én... És az, hogy bírtad a 6 gyerekkel? Én csak ezt büszkeségként mondom el, hogy a Dóri tudott egy ilyet mondani, hogy elenged 3 napra síelni, és én nagyon én tudom értékelni ezt a dolgot. Megkeresem a módját, hogy én is tudjak a Dórinak kedvezni egy olyan dologba, amit meg ő szeretne csinálni. Remélem, hogy válaszolva a kérdésedre. Tehát, de nem egyszerű azért ez ilyen kisgyerekek mellett. Úgyhogy én szerintem oda kell figyelni erre, hogy mert ne történjen elidegenedés. Hogy ne történjen elidegenés, másrészt szerintem fontos, hogy a férjek fölemeljék a feleségüket, amikor hazaérnek, mert egész nap gügyögni, egész nap a gyerekeket, kakás, pisis, pelusokat tisztába rakni a gyerekeket, egész nap pakolni, 3 mosást indítani, 2 órát vasalni, tehát egyszerűen olyan feladat, mennyiség van a házi asszonyokon és a Dórin, amin, hogyha a férj nem emeli föl utána este a feleségét, vagy nem próbálnak minőségi időt tölteni egymással, akkor előbb-utóbb ebbe belebolondulhat az ember, és alig várják, hogy kiszakadjanak ebből. Ez nagyon fontos, amiről most beszélsz, mert ugye egy másik eléggé elterjedt a társadalomban, hogyha sok gyermeket vállal egy nő, akkor ugye, ahogy mondod, a pelenka mosások, meg stb. Tölti le az idejét, elveszíti a testi csinosságát, szépségét, vonzását, stb. És hát gyakran ugye attól is félnek, hogy maga a férje is meg fogja csalni. Te ezt hogy tudod kezelni? Mert látom, fiatal vagy, és nem mondaná meg senki se kívülről, hogy a 10. gyermeket várod. Hát egyrészt fontos nekem az, ahogy beszéltük, hogy nő is maradjak, és hogy számára vonzó legyek továbbra is. Másrészt meg nyilván van egy bizalom, tehát meg bízom benne, hogy nem fog más felé kacsingatni. Nem vagy féltékeny? Nem vagyok féltékeny, inkább féltem őt bizonyos helyzetekben. Mi a különbség a kettő között? Tehát okay. Én ő benne megbízom. Mert a abszolút. Szeretetben van félelem. Mm-hmm. Én ő benne abszolút megbízom. Mikor megy el egy egészséges félelem,
a féltékenységben. Nem tapasztalod? Hogy de néha nehéz ezt meghatározni, hogy hol a határ. Én azt érzem, hogy ő benne megbízom abszolút, viszont féltem őt olyan helyzetekből, amikor esetleg kettesbe van egy világi hölgyel, tudom, hogy volt már olyan, hogy próbálkoztak nála. Tehát én az ilyen helyzetektől féltem inkább. De én ő benne maximálisan megbízom. Tehát nem attól félek, hogy ő szeretne bárki mással olyan kapcsolatba kerülni. És ezért fontos az, hogy ezt megbeszéljük egymással, és utána ezt kezeljük ezt, hogy ne maradjon tüske benne, hanem utána egységre tudjunk jutni abba, hogy lehet, nem lehet, mi az irány. Én vigyázni szeretnék a feleségemnek, és meg akarom őrizni magamat számára, és ő is meg akar őrizni számomra magát. Úgyhogy eddig ez sikerült. Eddig ez sikerült. És bizony benne, hogy a jövőben is fog. Ez én eltökéltek és határozottak vagyunk, hogy megőrizzük magunkat a jövőben is, hiszen ez egy olyan alap, olyan bázis, olyan fundamentum, amire, na ezért merünk ennyi gyermeket vállalni. Szóval azért az életünk azért nagyban az Úrra támaszkodik. Kérdezik tőlünk, hogy hogy merünk ennyi gyereket vállalni. Mi hitben vagyunk, és bízunk abban, hogy az Úr gondot visel rólunk. Hiszünk abban, hogy az Úr megőriz bennünket, ad egy védelmet. El tudom mondani, hogy van egy természet feletti védelem a családunk körül. Sok esetben ezeket tapasztaljuk. Van egy isteni gondviselés a családunkon, ellátás területén és sok területen. De nem kérdezik meg tőled, hogy hogyan tudsz ennyi gyereket eltartani? Ez lakás, házat, hogy laktok, hogy a egzisztencia? Ez egy mindennapos kérdés egyébként sokszor. Volt egy rossz döntésem következtében, hogy elég sok pénzt sikerült elbukni, mert megbíztam egy olyan embert, akire nem kellett volna. Ugye vállalkozó is vagyok, így van. És abból szerettünk volna építkezni, de ezt sikerült elbukni. Már meg volt a telek. Meg volt a telek, és meg volt a pénzünk arra, hogy építkezzünk, és egy rossz döntés következtében nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. És úgy alakult a dolog, hogy egy nagyon sikeres és gazdag vállalkozó. Bocsánat, annyi, hogy tehát az Úrtól úgymond kaptuk ezt az igét, hogy kipotolom néktek az esztendőket, amit tönkretett a Szöcskő és a Cserebogár, és ebbe annyira tudtunk hinni, hogy az Úr ki fogja pótolni ezt az elbukott pénzt, és lesz nekünk nagy házunk, mert volt házunk, de az és már lett. Kicsinek bizonyult. És az történt, hogy volt egy vállalkozó, akinek nagyon nagy háza volt, Szeged egyik legszebb helyén, és amikor megtudta, hogy szükségünk van, akkor azt mondta, hogy bemutatta a házát nekünk, és azt mondta, hogy ő alkudott lefelé. Egy kemény vállalkozó, komolyan mondom, ő vitte ilyen lefelé. Ilyen is van Magyarországon? Ilyen volt, levitte az árat. Külföldről hallottam, hogy ilyenek vannak Amerikában. A háznak az árát több nagyon levitte, több mint fél áron, tehát kevesebb, mint fél áron vettük meg a házát, mint ahogy építette. Sőt, utána még azt mondta, hogy 3 évet is ad nekünk, hogy kifizessünk. Annyira meg akart bennünket áldani. Isten áldja meg őt is. Egy 9 gyermekes nazarénus családból származott, és neki azt látva, hogy ilyen család létezik, látta, hogy élünk, és ezért nagyon-nagyon megáldott bennünket, és támogatott bennünket, és ha ő ezt nem teszi, akkor nem tudtuk volna úgy alakítani a dolgainkat. És most abban a lakásban lakunk. Abban a házban lakunk időközben. És elfértek? Időközben bővítettük, tehát most már azért szép nagy ház, de hát, egyszerűen... hogy tudtok gondoskodni, hogy a gyerekek ne egymás hegyé hátán legyenek, aludjanak, stb. Minden gyereknek van saját szobája. Ó! Ez egy kastély. Akkor is, ha ez kicsi, de van mindenkinek saját privát szférája. És akkor hát... Már aki igényli, mert aki ennek a kisebbek, ennek ellenére kettesével akarnak. Ez úgy volt, hogy volt például egy nagy rész a házban, mi abból csináltunk 3 szobát, tehát mi úgy alakítottuk át a házat, hogy mindenkinek saját területe legyen, és tulajdonképpen úgy vagyunk ezzel, hogy az Úr megadta azt, hogy nagy házba lakhatunk, adott hozzá autót, most már mi akadály van, hogy megálljunk? Tehát, hogyha így... De, hogy ne álljunk. És hiszek ti az angyaloknak a létezésében? Meg abszolút hiszek abban. Azért, mert én azt szoktam mondani az embereknek, ne aggódjanak a gyermekvállalásnál, mert minden újabb gyermekkel egy újabb angyal is jön a családba. Ez biblia alapon mondom, igen, nem babonaságból. És ti tapasztaljátok, hogy van egy természetfölötti támogatása, segítsége a mennyből, a nagy család számára? Igen, határozottan ezt érezzük. Már maga az, hogy
ilyen módon is gondot viselt, hogy az ebermítettem, ez is azért ez isteni gondviselés, Istennek a szeretete, hatalmas kegyelme az életünkön. De ezért... a védelem szempontjából is látjuk azt. Annyiszor volt, hogy a gyerekeinkkel történt valami, és egy hajszálon múlt, hogy nem nagy baj történt. Mert ugye Jézus azt mondja, hogy a gyermekek mellett olyan angyalok, igen, vannak, akik folyamatosan látják az atyának a arcát. És ez egy nagyon nagy kijelentés, különösen azok számára, akik hisznek ugye a menny valóságában, létezésében, hogy mert nem könnyű még keresztényeknek sem az atyához kerülni, ugye közvetett módon tudunk menni Jézus Krisztus által, de hogy a gyermekek egy ilyen képviseletet kapnak fönn a mennyben, azért, hogy a földi életükben be legyen töltve a szükségeik, és természetesen ehhez nyilvánvalóan a szülőknek az Isten félelme és az Istenhez való viszonya is nagyon nagy szerepet játszik. Tehát ezzel kapcsolatosan van valamilyen, amit megtapasztaltatok, és ami egyértelműen tudjátok, hogy természetfölti beavatkozás volt a családotokban? Hát volt egy ilyen például, sok közül egy példa, hogy egy családi rendezvény volt, és nyáron, és amikor már úgy mentek el a vendégek, akkor az egyik családtagnak nem indult el az autója. Próbált volna kiállni a parkolóból, és nem indult el az autója. És nem értette, hogy miért nem indul, és kiszállt, hogy körbenézze, és az egyik gyerekünk ott ült az autója mögött. És ez egyértelmű volt, hogy ez... Hogy nem indult el, igen. És a gyerek elment, utána meg elindult? Utána elindult, igen. Ez nagyon meredek sztori, és azért szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy igyekszünk figyelni a gyermekeinket. Voltak olyan esetek, amikor úgy hálát adtam az Úrnak, hogy természetfeletti védelem van a gyermekeink körül. De én azt gondolom, hogy ez nem csak a nagy családnál fordul elő, ez ugyanúgy előfordul egy-két gyereknél is a családoknál, hogy olyan dolog történik, ami végződhetett volna rosszabbul is, tehát én nem gondolom, hogy kevesebb, szóval, hogy ekkora családunk van, felelőtlenség lenne, mert sokan ezt mondják, hogy felelőtlenség ekkora családot vállalni, én ezt nem gondolom, hogy felelőtlenség. Ezt nekem is mondták annak idején, 4 gyermeket vittem egy parba, és egy néni nekem esett, hogy miért vállal maga ennyi gyereket, miből tartja el? Mondom, mama, ne erről aggódjon, ez az én dolgom. Kapsz ilyen beszólásokat? Kapok, de már azért hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon nagy tiszteletet kapunk, főleg Szegeden, így a nagy család miatt, ugye beszoktunk menni rendszeresen sétálni a belvárosba, és hogy nézzük az embereket, hogy számogatják a gyerekeket, hogy megdöbbennek ezen, hogy létezik ma még ilyen. Tehát egyre kevesebb egyébként, akik így kritizálnak engem emiatt. Tehát sokkal, társadalomban a nagy családok iránti tekintély, tisztelet? Tehát én úgy érzem, hogy... Én 80-as évek tapasztalatáról beszéltem most, ugye, és most már 2018-ban élünk, illetve rövid időn belül 19-ben, tehát nő a társadalmi tekintély, tisztelet a nagy család iránt. Én ezt érzem. De, mi ezt érezzük, tehát... de lehet, hogy azért, mert már átléptünk egy olyan határt. Én azt gondolom, hogy ez reális, amiről beszéltek. Én a 80-as években nagyon sok negatív megtapasztalásban volt részem ezen a területen is. Sokkal barátságosabb és gyermekszeretőbb lett a magyar társadalom. Én így érzékelem, de ez egy szubjektív érzés. Nem nagyon van negatív, tehát nem tapasztalunk negatívat igazából. És röviden tekintettel arra, hogy nagyon megy a időnk, hát köztudott, hogy Szegeden te részt veszel az önkormányzatnak az életében, sőt indultál a legutolsó parlamenti választáson, mint képviselő. Én el kell, hogy mondjam őszintén, hát gondolkodtam rajta, hogy mondom, egy nagyon feszes és nagyon igazi keresztény család modellt képviseltek bibliai alapon, hogy hogyan tudsz te egy olyan politikai szereplőként megjelenni a közéletben, amely hát különösen az utóbbi években, ez az elmúlt évtizedekben nem mondom, hát az úgynevezett új moralitást képviseli, ami ugye hát majdnem szöges ellentéte a bibliai erkölcsnek.
el kell, hogy mondjuk, hogy Szeged egy kicsi speciális helyzet, hogy az országra ránézünk. Én Szegeden önkormányzati képviselő vagyok, én vagyok a Szociális Bizottságnak, illetve a Sportbizottságnak az elnöke. Tehát önkormányzati képviselő vagyok a Városházán, az önkormányzatnál, és azért ott nem érződik az, amit egyébként az országosan, a baloldal, vagy országosan bizonyos pártoknál érezhető. Tehát Szeged egy békés város, és a polgármester kért föl arra, hogy szeretné, hogyha ha megmérettetnénk magunkat, vagy én megmérettetném magamat és elindulnék, és mivel egyébként jó kapcsolatban vagyok a Botka László polgármesterrel, ezért vállaltam el ezt a felkérést, mondtam, hogy nem lépek be a pártba, tehát mint egy független... Ő tudja, hogy ki vagy. Abszolút, abszolút tudja, támogatja is, és annak ellenére támogatta, hogy mondtam, hogy nem lépek be az MSZP-be, hanem egyfajta baloldali támogatásra indulok el. Ennek a választásnak egyébként az eredménye az lett, hogy Szegednek is a magánházas körzetében nagy fölénnyel nyertem, viszont ugye a vidéki települések, az a körzet úgy van, hogy a vidéki 12 kis település tartozik hozzá, Homokhátság, ami viszont erősen jobboldali, és ott viszont annyival többet kapott a jobboldali képviselő, hogy végül is ő nyert, de azért azt láttam, hogy nem az számított Szegeden, mert most Szegedről tudok beszélni, persze, hogy nem az számított Szegeden, hogy milyen pártot képviselek, hanem az, hogy én, mint Jobb Márton, mit képviselek. És ez ott helyben nagyon-nagyon sok szavazatot hozott, és nagyon pozitív megítélése volt a dolognak. A jobboldali beállítottságú polgárok is úgy el tudnak fogadni, tehát nem nincs ilyen szekértábor, ami Budapesten nem, szinte tehát... drámai indulatokat, feszültségeket produkál. Abszolút nincs, tehát el tudom mondani, hogy volt olyan körzet Szegeden, hogy ötször annyi szavazatot kaptam, mint maga a baloldali párt, a személyemre adott le szavazat. Ötször annyi volt. Tehát akkor Szegeden a személy, és a személynek az értéke a választáskor nagyon fontos szerepet játszik. Így van. Tehát az, hogy Szegeden kétharmadunk van a közgyűlésben, baloldali kétharmad van, ez nem a pártoknak szól, hanem az annak a politikának szól, ami ott helyben Botka László vezetésével megvalósul. És mert értékelik az emberek azt, ha valaki a városért tesz. És én meg úgy vagyok ezzel, hogyha tudom segíteni a városnak az előmenetelét. Ez a fő célod? Ez a fő célom. Az a fő célom, én nem pártnak a szekerét kívánom tolni, hanem engem egy dolog érdekel, hogy a szegedi emberek jobban éljenek, Szegeden fejlődés legyen, és ennek érdekében álltam én ebbe a kampányba bele. Sokan kérdezték, hogy miért, de ezért. Hát, és ugye ennek... azt csinálod, ami Jeremiás mond, hogy igyekezzetek a város jólétéért, mert a város jóléte a ti jólétetek. Így van, és ezt az emberek támogatják, ezt az emberek elismerik, és mint mondtam, Szeged egy békés, nyugodt város, minden híresztelés ellenére, és ezen... Nem hallottam én semmi rosszat. Ezen igyekszem. Ugye egy propagandának én nem vagyok a függésségében. A propaganda megy, de jól haladunk, és nagyon szeretem végezni az önkormányzat képviselői feladatomat, nagyon szeretek segíteni ott az embereken, élvezem ezt a tevékenységemet, ez egy kicsit így a vállalkozó világban, hogy kikapcsol, ez egy teljesen más világ, és ilyen módon azért nagyon nagy elismertségem volt az elmúlt időszakban. Hát ez szerintem csodálatos, nagyon gyönyörű, szép ezt hallgatni. Isten áldja meg ezt a hozzáállásodat, szívedet, érzésedet a feleséged felé, az Isten felé, az Úr felé, gyermekeid felé, a köz iránt, és hát kívánom, hogy a jövőben is minden területen sikeresek és áldottak legyetek. Tekintettel arra, hogy lejár az adásidőnk, téged is szeretnélek megkérni, Márton, hogy imádkozzál a kedves televízió nézőkért. Nagyon nagy örömmel. Hogy kapjanak, különösen kérlek, a fiatalokért is imádkozzál, hogy kapjanak kedvet a házasság kötésre, gyermekvállalásokra. Nem azért mondom, mert a kormány ezt támogatja, hanem tudod nagyon jól, hogy eleve ez volt nekem a meggyőződésem, és ezt képviseltem, apukád is ezt képviseli, és nagyon fontos lenne, hogy ezt az értékrendet minél többen elfogadják. Örömmel. Kérlek.
Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok neked, hogy imádkozhatunk a fiatalokért, és köszönöm, Uram, hogy van terved ebben az országban a fiatalokkal, és arra kérlek téged, hogy érintsd meg őket, hogy kedvük legyen a házassághoz, hogy minél több házasság kötődjön, és kérlek téged, add, Uram, hogy erős családok legyenek ebben az országban, add meg, Uram, hogy a házasságok megújuljanak, amik elromlottak, és add meg, Uram, hogy minél több embernek áldott családba szülessenek gyermekei, add meg, Uram, azokat, akiknek nem lehet gyermekeik, hogy legyenek gyermekeik, hiszen te csodatevő és hatalmas Isten vagy, és köszönöm, Uram, hogy meghallgatod a mi imáinkat, és kérlek, hogy könyörülj ezen az országon, és add meg, Uram, hogy erős családok legyenek ebben az országban, a názareti Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Számomra nagyon nagy áldás volt a veletek való beszélgetés is, és kívánom, hogy a mindenható gazdag áldását a jövőben is bőségesen árossza rejátok gyermekeitekre, a munkátokra. Isten áldjon meg veleteket. Nagy tisztelettel és barátsággal köszöntöm Arató Ádám barátomat és Katalint, a kedves feleségét. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és szeretnék veletek is beszélni a családról, hitről, szolgálatról, ugye az életnek a dolgairól. Mióta is vagytok házasok? Hát igazából... Vagy hogy számoljátok? Igen, Kati csak egyszer számolja, én kétszer számolom. Ez hogy van? Mert mi összeházasodtunk egyszer 21 éves korunkban, de a számokat Kati tudja, és aztán hamar elváltunk, akkor már volt két gyerekünk. És... Csak szeretném megállítani itt, hogy mit értesz, hogy elvált a bíróság előtt is, meg volt a vállalóper? Igen, tehát törvényesen államilag összeházasodtunk, megtérésünk, Jézus megismerése. Tehát nem csak élettársi viszony, hanem... Nem, rendes házasság volt, és akkor elváltunk, és volt, akkoriban még volt olyan is, hogy békéltető tárgyalás, így az van. Most már nincs. És az sem sikerült. Az sem sikerült. És mi volt az ok, amiért vált? Hát, tudom, hogy akkor még nem voltatok kapcsolatban Istennel. A hátteretek milyen volt? Ott már a kulturális és családi háttérre gondolok. Hát rendes kommunista háttérben. Hát úgy mondod, mintha mindenki kommunista lett volna. Én kikérem magamnak, én nem voltam kommunista. Igen, ilyet keveset ismertünk, de akkor mindenki ilyen ateista, kommunista nevelést kaptunk, és akkor így természetesen... Papa kommunista volt? Igen. Már érdekel, igen, akkor. Becsületes. Becsületes? Munkásmozgalmi? Igen, igen, igen. Még a régi időkből, tehát nem egy ilyen megélhetési kommunista volt. Nem, ő hithű kommunista. Hogy keveredett bele? Hát valami vasas szakszervezetbe beállt a háború után, és azt hitte, hogy ez jó lesz, és akkor onnantól kezdve hűséges volt ő is. A vallás, a kereszténysége nem volt kapcsolata? Nem, egyáltalán nem. Nem volt. Gyerekkorában sem? Hát gyerekkorában még a II. Világháború előtt valami cserkész mozgalomban volt benne, és ott valami ige beakadt neki, mert végülis 77 évesen megtért, megkeresztelkedett, és akkor eszébe jutott. Ilyen, gondolom később, sokkal, igen, jobb, igen. 90-es ez már a rendszerváltás után, ez a 2005-6 körül, akkor megtért édesapám, és akkor eszébe jutott egy ige, amit mondtak neki egy cserkész korában. Értem. Tehát akkor te nagyon hitranra meg nem jártál, illetve nem sok fogalmad volt, hogy a Biblia mit tartalmaz. Nem, hát édesapám a gyárba ezt tanította a munka után a munkásoknak, hogy bibliai kritika, marxista biblia kritika. Tehát ő azt tanította, hogy miért nem igaz a Biblia. Aha. Ez volt a tanítása. És Katalin? Én is teljesen materialista közegben nőttem föl, úttörő mozgalom, rajvezető, minden, ami illik, így ilyen táborokban nőttem föl. Úgyhogy én még Jézusnak a személyét is azt hittem, hogy egy mese. Hát az volt annak idején a történelem könyvbe beírva, hogy hát nem bizonyított a történelmi létezése, emlékszek rá, ilyen dölt betűkkel, apró betűkkel volt beírva a történelem könyvbe,
Tehát azt sejtették, hogy egy legenda semmiféleképpen nem történelmi személy volt, csak ugye hát a családi háttér, azért kérdeztem rá a családi hátteretekre, mert ugye családtól függő volt mindig, hogy ki mit hallott Jézus Krisztusról, történelmi személyként volt-e beállítva, vagy akár mesiásként, profétaként, tehát akkor nálatok zéro. Nálunk úgy zéro. Igen. Én mondom, én teljesen azt hallottam, hogy a vallás az már csak idős nénikéknek való, és hogy ez már elmúlik nem sokára. És hát gondolom, olyan életvitelt is folytattatok. Igen. Tehát az első házasság akkor, az, hogy szétesett, volt ennek a kulturális háttérnek köze ehhez, hogy nem sikerült az elsőnek kifutásra házasságotok? Igen, nagyon is, mert én mindig belül azt gondoltam magamba, noha nagyon szerelmes voltam a Katiba, hogy ha jön egy szebb, meg egy okosabb, akkor én menni fogok. Tehát nem tudtam így hűséges lenni. A pluralizmusban gondolkodtál. Igen, tehát akkor mentünk a házasságkötő terembe, és akkor is éreztem, hogy ez túlzás. Tehát, mert mindig az volt bennem, hogy ha jön egy szebb, meg egy okosabb, akkor... Tehát amikor összeházasodtatok, abban a pillanatban soha nem volt benned az, hogy ez az utolsó hölgy az életedben. Hát azt éreztem, hogy szerelmes vagyok, itt vagyok, de a holnapért nem tudtam garanciát vállalni. Úgy magamban is éreztem. Tehát ez volt az első házasság. Ez volt az első házasság, és az a Kati tudja jól elmondani ezt. Én is tudtam, hogy ez nem lesz tartós, csak abban az időben még azért elég szégyennek számított, hogyha valaki mondjuk hajadonként gyermeke van. És még volt, emlékszem, hogy mert ugye az első gyermekünk, mikor megszületett, még nem voltunk házasok, és emlékszem, hogy a terhes gondozóba ugye akkor a lánykori nevemen hívtak be, akkor ott szégyenkeztem, mert akkor mindenki tudta, hogy nincs férjem, mert akkor egyértelmű volt. Hol a férjed? Igen. És aztán én tulajdonképpen azért is mentem bele, hogy ezt a szégyent valahogy, de én is elnyomjam magamba, azért is házasodtunk össze, de éreztem, hogy nem lesz tartós, tehát nem voltak meg az alapjai egyáltalán. Ugye közel már 30 éve ismerjük egymást, Ádám, de ha jól emlékszek, a Pajor Tamásékkal tértél meg, nem? Vagy előtte, utána? Igen, egy kicsivel előtte a Tamás. Hogy volt akkor? Hát, ugye elváltunk két gyerekkel, és akkor utána ide-oda csapódtam, nem éreztem a húzást az életembe, és akkor azt gondoltam, hogy az az élet lényege, értelme, minél nagyobb bulit, vagy valami hülyeséget csinálni este. De volt a neurotik körbe? Igen, igen, igen. Tehát ott mindenki azt hitte magára, hogy művész, én semmi nem játszottam semmilyen hangszeren, de mégis valahogy annak volt azt egy ilyen... művész vagy? Svungja, igen, igen. Hát az igen. Egy pózolás volt. Igen, akkor. Egy pózolás volt, és akkor esténként találkoztunk, meg minden nap csináltunk valami bolondságot. Te is azért italt is fogyasztottál, alkohol, drog is volt az életedben? Igen, alkohol és drog, ez a kettő. Ez a kettő. És cigaretta. Tamás, te tanítottad erre, vagy a Tamás volt rá ilyen hatása, vagy a haverok? Hát ez egy nagy társaság volt, és ott mindenki ezzel élt. Akkor ez ilyen divatosnak számított akkor. A művészek drogoznak, meg piáznak. És milyen következményét tapasztaltál te az életedben? Hát depressziót, kiégettséget, meg az életértelmét egyáltalán. Belül így vágytam, hogy úgy éreztem, hogy megy az idő, és azért éreztem úgy hajnalonként, amikor megyek haza, hogy ez nagyon kevés. Ez egy pár volt bűntudatod? Hát bűntudatom az nem volt, hanem inkább éreztem, hogy nem jó az egész. Éreztem, hogy valamit meg nem értek, nem találom a lényegét a sorsomnak. Létezésnek. Igen, tehát, hogy ott állok hivalkodva a piacokon, úgy 10 óra, 11-kor. Katalin, te is ebbe a körbe mozogtál? Hát igen, nagyjából igen. Hát én sajnos már hamarabb elkezdtem a drogokat kipróbálni, már gimnáziumban. Még nem is ismertem ezt a társaságot. Te is drogoztál? Hát én szerintem többet. Többet, mint az Ádám? Igen, mert ő azért sportember volt így gimnazista korában, tehát az valamennyire tartotta benne így volt egy tartás a cigarettával szemben, meg ezekkel a romboló, de nekem így nem volt. Tehát apukám alkoholista volt, tehát végül is volt ilyen háttér is. Alkoholista volt az édesapád? Elvált szülők, igen. Elvált szülők. Igen. Nem volt alkoholizmus a szülőknél? Nálam nem, de szellemi szinten legalább ilyen sötétségek voltak. Hogy érted?
Hát édesanyámnak voltak ilyen értelmi problémái. Tehát depressziós? De, hát annál még súlyosabb volt. Tehát öngyilkosságok, meg ilyenek. Öngyilkos volt, lett? Hát végül is öngyilkos lett. De többszöri kísérlet is volt előtte. Ez megtérésed előtt volt, vagy? Ez megtérésem előtt volt. Ez vezetett tulajdonképpen a megtéréshez. Aha. Meg gondolom, hány éves voltál akkor? 25. 25. És ezt az életmódot folytattad, amitről itt beszéltél. Anyukád öngyilkos lett, és ez gondolom, hogy mély megrázkódtatást eredményezett benned, mi? Igen, akkor krízis helyzetbe kerültem, és azon éreztem, hogy édesanyám, én úgy éreztem, hogy nem jó helyen van, és nem tudom, hogy hol van. És akkor már nagyon kiáltottam az Úrhoz, böjtölni is kezdtem, hogy mondja meg, hogy van vagy nem, nincs. És akkor így kerültem ki Budaörsre. Testvéred nem volt? És nem volt testvérem, tehát mind a ketten egykék vagyunk. Egykék voltatok. Csak az anyukádat akarom így most értelmezni, mert erről ugye egymás között nem beszéltünk talán az elmúlt 30 évben sem, az anyukádnak az öngyilkosságáról, de hát gondolom, hogy ez egy hosszú időt igényelt ennek a feldolgozása. Hát az az igazság, hogy nem. Tehát előtte ez a drogos, meg periférikus életmód, ez szerintem kapcsolatban van vele, de amikor megtértem, akkor újjászületéskor, hogy a Szent Szellem öröm, meg az Úr megismerése, az teljesen levette ezt a fájdalmat, vagy ezt a dolgot. És nem akarok benned bűntudatot kelteni, nehogy félreértés, csak nem jutott eszedbe, hogy esetleg az életmódod is hozzájárult ahhoz, hogy anyukád így elveszítette a élet bevetett bizalmát? Hát ő már próbálta magát öngyilkolni előtte is. Előtte is. Meg igen. Na és akkor hogyan keveredtetek Budaörsre, az a hírhet helyre? Akkor hát ugye mindenek voltunk akkoriban, mert voltak olyanok, akik azt mondták, hogy azért jöttek, mert azt hallották, hogy ott egy hippi banda van ott, és szabad szex van késő este. És azért jöttek el, hogy kíváncsiak legyenek erre. Persze ostobaság volt, ugye ezt híresztelték rólunk. Igen, hát azért én történtem pont, amikor anyukám ugye elköszönt a túlvilágra, öngyilkosság által, akkor én nagyon kiáltottam az Úrhoz, mert éreztem, hogy így tovább már nem mehet, hogy így nem élhetek tovább, és kiáltottam az Úrhoz, és mondtam is egy nap Istennek, hogy vagy nem vagy. És akkor böjtölök egy napot, és akkor böjtöltem, és aznap fölhívott szintén a Pajor Tamás társaságából némelyek, de Tomi is egyébként, elkezdtek ilyen krisnásokhoz járni, és ez is olyan menő kezdett lenni. És az egyik srác beállt krisnásnak, elhívott engem, hogy nem megyek-e ki Rákos Borzasztóra. Borzasztó? Igen, van Rákos valami. És akkor aznap böjtöltem, már mondom, vasárnap van, nem csináltam semmit, már mondom, elmegyek, megnézem ezeket a krisnásokat. És akkor ilyen rózsaszínű ruhákban voltak, varkocsok volt, füst volt az egész szobában, és tartottak egy ilyen krisnás összejövetelt. És akkor az egyik krisnás a vezetőhöz, én oda mentem, és kérdeztem tőle, hogy miért nem Jézus Krisztus, miért Krisna. És akkor mondta, hogy ha akarod, beszélhetünk keresztény nyelven is. Hát mondom, akarom. Kicsit akartam kinyújtani. Cserélte nem is volt neked kereszténységgel kapcsolatos? Hát nem, de azért a Bibliát olvastam, mert azért ezekben a Tomi féle körökben, a rendszerváltás után azért elkezdtek így Istenről beszélni. És akkor én úgy éreztem, hogy én semmit nem tudok Istenről, és azért elolvastam a evangéliumokat, Máté Lukács, és azért a Máté evangéliumnál a 24. résznél ott kiugrott egy ige, és ott úgy szólt hozzám az Úr, meg nagyon megérintett, meg megértettem sok mindent. Tehát már ilyen érintéseim voltak az Úrtól, és akkor, és ezért is az Úr felé terelt. Tehát ez már biztos, hogy így belül dolgozott bennem, sőt olyan volt, hogy Pajor Tamásék följöttek a szobámba, mert voltak mindig ilyen lakások, ahogy mentünk 10-kor, éjfélkor, tehát mindig a város különböző pontjain. És akkor ki voltak ilyen igék írva már a falamra. Tehát akkor még nem voltunk megtérve, és akkor ott drogoztunk alatta, meg mellékhelységbe is kiírtam János evangéliumból igéket. Tehát akkor már úgy érintett az Úr engem, és akkor ez a krisnásnál kimentem, és amikor ez a krisnás ember kérdeztem, hogy akkor beszéljünk keresztény nyelven, akkor mondta, hogy jó, rendben van. Na, már kíváncsi voltam, hogy mit mond. És mondta, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és él. És amikor ezt kimondta, akkor egy ilyen világos előtt. Ő mondta ki? Ő. És mondtam, hogy ez tuti így van. Hát hogy lehet, hogy én olvastam Máté Lukács evangéliumát,
és hát ma ott már főiskolai diplomám, és hogy nem értettem azt, hogy föltámadt. és hogyha föltámadt, akkor él, akkor meg lehet ismerni, és rendkívül izgalomba jöttem. És akkor utána még föltettem egy csomó keresztkérdést, és ő meg nagyon jó igaz igéket mondott, úgyhogy lerombolódott bennem, tudtam, hogy ez igaz. És akkor utána még mondták, hogy menjünk ki enni, mert ott voltak ilyen gombócok, amiket ők így sütöttek, főztek, és mondták, hogy ha ebből eszik valaki, akkor nem lehet állat a következő életébe. És akkor reinkarnációval. Igen, és akkor én, mivel bőjtöltem akkor, én megettem egy egész tálat. Mert nagyon nem akartam állat lenni a következő. Meg éhes is voltam, és az a lényeg, hogy másnap már ott voltam Budaörsön, mert ő mondta, hogy ő ugyan Krishna vezető, és kim volt Indiában 7 évig, Egyedi Péternek néflek, de volt ilyen Krishna neve Parama. Csak... Ő küldött Budaörsre? Igen, de ő már járt akkor 2 hónapja, és nyelveken is szólt. És te imádkoztál is érte, és akkor ő mondta, hogy másnap találkozunk a Móricz körtéren, és kivisz engem Budaörsre, mert ott hétfőn volt bibliaiskola, és mi ez vasárnap volt, és ő mondta, hogy hétfőn a bibliaiskolára ő kivisz. Hát mondom, gyerünk. Ja, akkoriban az illegalitásban voltunk még. Igen. Tehát úgymond föld alatti, underground. Igen. Igen. Láttad a rendőröket, ahogy jöttetek? Igen, de hát azokat mindig láttuk. Tehát ez a pajorféle társaságot azért sűrűn igazoltatták, meg bevitték. Tehát akkor eljöttél Budaörsre. Te előtte vagy utána tértél meg? Én utána másfél hónapra. Másfél hónap. No, akkor hallgassuk tovább a sztoridat. És akkor a Móricz Zsigmond körtéren a 40-es buszra várva nem jött a Parama, vagy ez a Habsi. Hát gondolom, ha van Isten, úgyis kitalálok, majd felszállok az egyik buszra. És föl is szálltam a 40-esre, és akkor jött utolsó pillanatban, beesett, és akkor még mindig az volt, mire kiértem, hogy akkor már ilyen vívódás volt bennem, hogyha engem ez egy szektába visz, akkor én lelépek. De a kapuba... Ez volt a hírünk. Igen. Még sokan éreztelik ezt. Igen, de a kapuba a Petőz Laci mondta, hogy jöttél barátom megtérni, és így átölelt a vállamat, és akkor néztem, hogy egy ugyanannyi éves, mint én, de kedves, normális, én ilyen embert még nem láttam. És akkor így ettől így már éreztem, hogy jó helyen vagyok. Tehát ott a Laci, mert hogy barátom, és meg megtérni, ezeket nem tudtam, hogy mi. De még azt is elmondanám, hogy egyébként nevelő tanár voltam, és hétfő este be voltam osztva. És én mondtam, és mindig... Tehát mind a kettőtök, csak elmondom a nézőknek, igen, hogy pedagógusok vagytok, igen, elvégeztétek a főiskolát, igen, és te is tanítottál. Igen, gyógypedagógusként. És be voltam osztva ugye nevelőtanárnak, de így a pajorféle társaságban hát sokszor volt úgy, hogy azért így nem mentem bedolgozni, vagy kiugrottam a kerítésen, és csak hajnalban jöttem be, meg ilyeneket, és akkor így telefonáltam be, és rendszeresen úgy az engem figyeltek az igazgatók, hogy megyek vagy nem megyek, és betelefonáltam, hogy én nem megyek, mert megyek egy helyre, hogy ha ott van Isten, akkor én kiderítem, hogy van-e Isten is. De tudtam, hogy én már nem hazudhatok, és addig én mindig hazudtam valamin, hogy miért nem megyek be. Tehát ebben nagymesterek voltunk. És akkor mondtam a nőnek, hogy most megmondom, hogy én nem megyek be, mert megkeresem Isten. És mondtam, hogy én nem megyek be, jó van Ádám, ne jöjjön be. És nem kellett elmondani, mert tudtam, hogy azért az fura, hogy Istent keresem. Tehát már éreztem, hogy nem hazudhatok. Kimentem a gyülekezetbe, éreztem egy ilyen Petrusz Lacin és a bejáratnál már egy olyan, hogy ott van az Úr, ezt éreztem. És akkor te a feltámadásról prédikáltál. És engem igazából az érdekelt, hogy anyukám hol van, meg hogyha meghalnak az emberek, hova mennek. Mert ugye a kommunista tanítás az volt, apukám ezt mondta, hogy ha meghalunk, akkor kukacok, meg minden. Szétesik az ember lelke, szelleme. Hát arról nem is, csak kukacok és nem létezünk. Így van. És akkor ezt nem tudtam soha elhinni, ez valahogy mindig piszkált, és akkor ezen keresztül, hogy mi van utána, és úgy éreztem, hogy ebbe talán az apukám nem mondott igazat. És akkor, és ezt kerestem én igazából belül, hogy van-e tovább, és ezt mondta a Parama is, hogy Jézus Krisztus feltámad, és él. És amikor elmentem, akkor te a feltámadásról egy bibliaiskolát tartottál, uh-huh. És úgy nem éreztem, emlékszek mire. Nem csodálom. De és úgy éreztem, hogy akkor végre valaki megmagyarázza nekem, hogy van az élet, hogy lehet feltámadni, és minden szó úgy volt, hogy nekem szól.
És végre, hát ezt akartam tudni egész életemben, hogy van-e feltámadás, hogy lesz utána, ha leéljük az életünket, és akkor utána vége volt, mindenki fölállt, csak nekem a parama azt mondta, hogy ha kimegyünk, akkor én tudok találkozni Jézussal. És gondolom, hogy te beszélsz először, és majd utána jön Jézus. Jó lenne. Mellennék, csak még ez a, nem ez a korszakban. Igen, de szerintem így lesz, hogy te utána Jézus. És akkor vártam, hogy jöjjön Jézus, és akkor te meg oda jöttél hozzám. És mondtad, hogy be akarod fogadni Jézust az életedbe, szívedbe. És mondom, kiveszik a szívemet, az gondolom. De mondom, azért csak nem. És akkor mondtam, hogy be. És akkor mondta, hogy imádkozzunk. Én meg addig még nem imádkoztam soha. És akkor mondtad, hogy nyugodjak meg, mondjam utánad. És elkezdtem utánad mondani, és éreztem, hogy ezt hallgatja az Úr. Tehát azt éreztem, mint egy telefonon, amikor az ember beszélget, és érzi, hogy most nincs ott a másik, vagy letették, de éreztem, hogy itt most van valaki, aki hallja. És ez nekem akkora döbbenet élmény volt, mert aztán én mindig azt hittem, hogy egyedül vagyok. De ott éreztem, hogy ott az Úr, és ahogy imádkoztunk, hogy jöjjön a szívembe, és imádkoztál, akkor éreztem, hogy itt van valahol egy olyan mennyei jelenlét, meg olyan boldogság, és azt éreztem utána, hogy minden jó lesz, minden rendben lesz, boldogság én, lesz. Én nem még szoktam ilyent ígérni. Ezt te nem ígérted, csak én ezt éreztem belül, hogy onnan kijöttem, hogy Pajor Tamás éneklő, hogy végleg vége lesz az a sötét szomorúság, értelmetlen életnek, megvan a lényeg, boldog vagyok, és minden jó lesz. Én ezt éreztem, hogy boldog vagyok, minden jó lesz, és el voltam forgatva a világ így a csodálkozástól, hogy Jézust én megismertem, és tényleg bejött. Az a Jézus, aki a Bibliában van. Dicsőség Istennek! Mikor volt a Szentlélekkel való betöltekezésed? Tényleg őszintén mondom, nem szerepjátszásból, nem emlékszem rá. Csak arra emlékszem, hogy örök időktől fogva barátom vagy. Legalábbis úgy éreztem. Nem csodálom, ez egész társaság jött megtérni minden héten sok-sok ember. Jött az egész társaságunk, barátok. És őszintén megmondom, a Szent Szemkeresztség az Pajor Tamással együtt volt. Én már nagyon vágytam rá. És láttam, hogy a Tomi, te imádkoztál, meg még volt egy-két ember. És láttam, hogy a Tomi betöltekezik szentszerűen és szól nyelveken, és ettől én nagyon ideges lettem, hogy ő előbb megszól nyelveken. Ja, ilyen, igen, mert köztünk ideges. Volt ugye egy kis versengés, meg minden, de csak egy kicsi, meg régen volt. Emlékszek rá, hogy... És akkor a Tomi már szólt nyelveken, erre. És akkor én meg nem szólaltam, de én már akkor hónapok óta nagyon szerettem volna, mert volt egy ima alkalom, amikor beültem egy hét múlva, amikor én meg voltam térve, és volt egy ima alkalom hétközben, és mindenki ilyen nyelveken szólt. És akkor mellettem ült egy testvér, és kérdeztem, hogy ez mi? Mert hallottam, mindenki nem magyarul beszélne. És akkor mutatja már 16-ot, hogy akik hisznek, nyelveken szólnak. És mondom, ezt én is meg fogom kapni. Hát akkor, ha még ez is meg lesz, nem csak a megtérés, akkor biztos, hogy minden jó lesz az életemben. És akkor mondta, hogy nyugodjak meg, nekem is meg lesz, meg minden. És akkor én alig vártam attól kezdve, hogy legyen nyelveken szólás. És akkor volt ez a, hogy imádkoztál ezért, és akkor attól nagyon begörcsöltem, hogy a Tomi előbb szólt nyelveken. Tehát közben betöltött a Szentlélek, és másnap reggel fölkeltem, és elkezdtem nyelveken szólni, és a Városmajori Parkban, meg a Sashegyen mászkáltam, és egész nap nyelveken szóltam. És úgy éreztem, hogy a ég az kékebb, minden szebb. Volt ilyen karizmatikus megtapasztalás. Hát nagyon erős. Nagyon erőteljes. Tehát nem bírtam abba hagyni. Úgy éreztem, hogy élővizek folyói fakadnak a bensőmből. Bementem a munkahelyemre, ugye nevelőtanár voltam. Ott is, amikor kijöttem reggel, akkoriban minden reggel fölkeltem előbb imádkozni, és vége volt a munkaidőnek. Kimentem, és úgy éreztem, hogy egy szél így fúj. Átfújt rajtam, újból betöltekeztem Szent Szemmel, és mentem a hegyoldalba imádkozni. De. A természet fölöttinek a megismerése, ugye, amikor a Szentlélekkel valaki betöltekezik, igazából akkor nyílik föl az embernek a szeme, hogy nem csak a látható világ létezik, hanem a láthatatlan is. És ez ugye nagyon, különösen az első élmények nagyon mély benyomást gyakorolnak. És még egy nagy karizmatikus megtapasztalás tud ilyen mély benyomást gyakorolni, amikor kiderül az a gonosz szellemeknek a létezéséről, hogy amit állít a Biblia, az igaz.
Nálad voltak ilyenek? Szabadulások? Nálam is voltak, de a Katinak a megtérése az ehhez, no. ezzel kapcsolatos. Igen. Tehát én ugye annyira materialista voltam, hogy semmi, csak amit látható, és csak ami megfogható, abban hittem, úgyhogy mivel a... Bocsánat, hogy közbevágok, minden folytasad, csak annyi, hogy a Kati egyébként kétszer elkezd... Most szeretném elmondani. Yeah. De feleségem azt szoktam mondani, hogy ez prédikátor betegség. Én lassan leszokok a beszédről. Csak ezt soha nem szoktam elmondani, de akkor vagy. Most szerettem volna hozzáfűzni, hogy ugye divat volt, hogy akkor azért a Bibliát kezdték olvasgatni, hát gondoltam tényleg akkor nekem is kellene, és kétszer is nekifutottam, és mind a kétszer a Máté 5-nél csuktam be a Bibliát, ahol azt mondja az ige, hogy ne kérdezzétek, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, miben ruházkodjunk, mert ezeket a pogányok kérdezik, és akkor itt, hogy ne kérdezzük, hát ez a természetes ugye, és ideig bírtam kétszer elolvasni, tehát annyira ez a tényleg a materialista gondolkodásmód így csukatta össze velem a Bibliát. És akkor, mikor az Ádám megtért, ugye nagyon nagy változás lett rajta, egy ilyen, hát nekem akkor ez kicsit úgy tűnt, mintha megőrült volna, mert olyan lángolt... Nem sértődünk meg, ezt többen hallottuk már. Lángoló, tüzes szemekkel hirdette az evangéliumot, hogy teljes váratlan fordulat volt. Ez ugye mi tartottuk a kapcsolatot a gyerekek miatt, tehát azért így nekem is erőteljesen tette a bizonságot, de hát kicsit meg is ijesztett. Aztán... Valásos őrültnek láttok? Teljesen. De aztán ugye csak én is kimerészkedtem a gyülekezetbe, és akkor láttam, hogy ott vannak nagyon normális, kedves emberek, és akkor már úgy elgondolkoztam én is, de én háromszor mentem ki, mire megtértem, tehát nem ment ilyen egyik napra a másikra, mint neki. És akkor harmadik alkalommal, mikor kint, de volt olyan, hogy én is elmenekültem volna, csak nagyon belül ültem ott a tornapadokon belül, a tömegben nem lehetett kimenni feltűnés nélkül, úgyhogy végig kellett ülni az Isten tiszteletben. Hát el kell mondanom a nézőknek, ugye, hogy nagyon primitív és szegényes körülmények között tartottuk az összejöveteleket, és illegális volt minden összejövetelünk, gyakorlatilag be voltunk tilfa. Igen. És az harmadik alkalommal volt, hogy az Isten tiszteletet egy olyan imával zártad le, hogy fogjuk meg egymás kezét, és a szomszédunkért imádkozzunk. És tehát így nem magamért imádkoztam, hanem értem is, a szomszédaim imádkoztak, és ott nem emlékszem egyébként, hogy utána még csináltunk volna ilyet, vagy szólítottad volna föl erre a gyülekezetet, csak az az egy alkalommal, és akkor azt kellett imádkozni a többek között, hogy menj ki Sátán a szomszédomból. És az volt az érdekes, hogy abban a pillanatban így elhagyott engem valami, tehát valami szélszerűség elhagyott, meg is inoktam, éreztem, és abban a pillanatban egy akkora nagy megrázkódtatásért leomlott bennem egy 24 éves hazugság, hogy abban a pillanatban elkezdtem sírni, és órákig nem tudtam abbahagyni, hogy 24 évig ilyen hazugságban éltem, hogy nincsen szellemvilág, mert akkor ott megtapasztaltam. Meg Isten. Igen, hogy nincs Isten, nincs szellemvilág, nincsen más, csak a materializmus. Tehát fizikailag érezted, fizikailag hogy valaki... Fizikailag éreztem, hogy ki... Ugye az, én személyként beszélek róla, mert így beszél a Biblia róla, az ördögről, mint személyről. Tehát, hogy érezted, fizikailag hogy, éreztem, hogy egy ilyen szélszerűség elhagyja a testemet, meg is inogtam, éreztem, hogy így kimegy. Tehát teljesen megtapasztaltam, hogy valóság. És... ez nagyon nagy megrázkódtatás volt nekem, hogy eddig nem így éltem, tehát hogy így ezt teljesen figyelmen kívül hagytam. Így, hogy így órákig csak sírtam, de szerintem azáltal is szabadultam, így tisztultam ki, így a sírás által is, és így tértem meg, így mentünk le a pincébe megtérni, folyamatosan sírtam, és utána viszont hetekig csak fülig ért a szám, és nem tudtam más csak nevetni, olyan boldogság volt. És az volt a legnagyobb élményem a megtéréskor, hogy mivel előtte már mint elvált, elhagyott a asszony két kisgyerekkel, az én is eléggé sokat depisztem, és eléggé le voltam hangolódva, és az sok magányos órám volt, és akkor azt éltem át, hogy soha többet nem leszek egyedül.
tehát így a megtérésem átázott. Még akkor ugye nem tudtad, hogy helyreáll-e a házasságot? Nem, semmi, az nem is, hát az csak nem egy... Nem is foglalkoztam vele, hanem egyszerűen csak, hogy van Jézus, van Isten, hát ez akkor nagy boldogság volt, és tudtam, hogy tényleg átadtam az egész életemet, és hogy most már nem az én felelősségem, terhem, gondom, hogy ezt a két kislányt így drogosan hogy nevelni föl, hanem így át tudtam adni Istennek, és nagyon nagy öröm volt, és tudtam, hogy jó kezekbe került az életem. Te, és hogyan kerültetek újra egyé, illetve házasságkötésre, mikor került sor? Hát ugye annyira így elkezdtem keresni az Urat, meg jártunk gyülekezetben friss tűzzel, szeretettel, és hát én azt gondoltam, hogy nekem cölibátus ajándékom van. Te vagy az egyetlen egy, aki először találkozik az Úrral, és a neofita buzgalomból fakadóan ezt hiszi magáról. Igen. Gondolom, hogy Pál apostolnak meg nekem, de aztán így a gyülekezetben így láttam, hogy milyen, meg a Bibliában is, hogy benne van, hogy a házasság milyen nagy értéke van, egy férfi és egy nő szövetségének, és akkor láttam ugye, hogy Pajor Tamás dalát beteljesedni, hogy hős leszel, ha nős leszel, az én pásztorom előjárom, házasságba él, gyerekei vannak, és végzi Istennek a munkáját, és ez nekem nagyon megtetszett, mert én őszintén megmondom, én jó házasságot nem láttam így előtte. Tehát egyszerűen nem ismertem. A környezetedben nem láttam jó házasságot. A szüleim mindig veszekedtek, ugye már mondtuk, hát a Kati az... Hagyd nem mondjam, tehát... Katasztrófa. Inkább ezzel csak... Mert ezt csak azért mondom rá, mert ugye mondja, hogy ahol alkoholista a papa, az ott katasztrófa. Igen. Nagyon tehetséges emberek, meg szeretem őket, de alkoholizmus, válás, borzasztó. És ugye én ilyeneket láttam, tehát én nem gondolkoztam családba, csak mindig gondoltam, hogy majd egyszer lehet, hogy lesz gyerekem, de hát addigra már volt kettő. És akkor, amikor megtértünk, tehát én nem gondolkoztam családba. És láttam a gyülekezetben a jó családokat, és elsősorban a téged, láttam a házasságomat. És a Pajor még ezt meg is énekelt, hogy hős leszel, ha nős leszel, és ezt így megértettem. Akkor úgy elkezdett ez így lemenni rólam, hogy meg kéne házasodni, csak nem tudtam, hogy kivel. Arra az beszélgetésre viszont emlékszem, hogy amikor megkérdezted tőlem, tanácsot kértél, ugye? Igen. Tehát hogy kit válasszál? Igen, így van. Téged... Azt hiszem, mondd el, nem akarok én indiszkrét lenni. Nem. Én megkérdeztem tőled, meg a Kati is megkérdezte a Judittól, feleségettől. Megkérdezte, és akkor, mert voltak a gyerekek, betegek voltak sűrűn, és akkor a Judit mondta igazából, hogy át kéne gondolni a házasságát a Katinak, mert nincsenek védelem alatt, férnek a tekintélye alatt, hogy szétves az a házasság. És akkor én már lehet, hogy előtte beszélgettem veled, lehet, hogy nem emlékszem én annyira. A házasság. Beszélgettünk már. Egyszer, első beszélgetésre a házassággal kapcsolatosan határozottan emlékszek, mert eléggé finoman szólva zavaros volt a háttér. Igen. Ugye nem túloztam? Igen, nagyon zavaros. És én is az, úgy emlékszek rá, hogy bátorítottalak, hogy hát ebbe a sok lehetőség közül oda azt kell előnyben részesíteni, ahol van már két gyermek. Igen, így terelgettél te is, és akkor a Kati meg elment a Judithoz. De nem ez ügyben. Nem ez ügyben, de a Judit adott. Én meg ott egy-két méterrel istentisztelet után, hogy hallgatóztam. No. És hallottam már, hogy a gyerekek miatt csak. Kizárólag, és akkor a Judit mondta, hogy át kéne gondolni, és akkor hirtelen megértettem, hogy lement rólam minden ilyen sötétség, vagy butaság, vagy kukasság, vagy homály, vagy nem tudom mi. És akkor ugyanúgy, ahogy azt tudtam, hogy Jézus Krisztus feltámadt, hát tudtam, hogy ő az igazi. És akkor már mentem haza, mondtam, hogy ő az igaz, ő akkor még nem tudta. És akkor mentünk haza, hazavittem, mondtam, hogy akkor imádkozzunk, hogy mi az Úr tökéletes akarata. Te már tudtad. Én akkor már biztos százszerűen, csak azt gondolom, hogy lettem ilyen, így mondom, hogy hülye, hogy eddig nem tudtam. és ezt úgy hívják, hogy megcsaladtatás. Tehát, hogy amikor az ember a rosszról azt gondolja, hogy jó, a jóról meg azt gondolja, hogy rossz. Igen, és egy ilyen állapotba bekerülhet az ember, a bűnnek a hatalma
alatt. Igen, pontosan így voltam. És akkor hazamentünk, Katinak meg a Judit mondta, hogy gondolját a házasságát, és mondtam, hogy szerintem az az úr akarata, hogy házasodjunk, de Kati ezeket pontosabban emlékszi. És akkor imádkoztunk, és mondtam, hogy akkor imádkozzunk együtt. És akkor imádkoztunk, akkor amikor ő nyelveken szólt, akkor én úgy éreztem, hogy egy ilyen, soha nem voltam még mai napig Görögország, vagy ilyen görög hegyeken vagyok, és ott van, mennek ilyen emberek, ilyen furulyákat, de olyan hangszereket még nem hallottam, és ő nyelveken szólt, tehát nem énekelt. Na, én hallottam ilyen mennyei zenéket, nem tudom másról, mert csak ha nem láttam az embereket, mert az a hegy mögött volt, és hát teljes boldog voltam. Hogy és ugye azóta már van 7 gyermek összesen. Igen, utána Katina, és azt talán el tudja mondani. Hogy? Hogy te, hogy döbbentél rá, hogy bocsájtottál meg? Ja, mert ugye megtértünk, és mind a ketten csak az Úrral foglalkoztunk, és boldogok voltunk, és ahol tudtuk, mentünk, és hogy ott leessünk, ahol történik valami szolgálat, teljesen. Ja, nagyon aktívak voltatok. Igen, nagyon élveztük, úgyhogy egy éves keresztények, egy éve már megtértünk, mikor ez egész történt, így összesen 4 évig voltunk elválva, tehát 3 évet megtérés előtt, és még egy évet. És akkor ugye én, amikor Judittól ezt kérdeztem, akkor ő erre terelgetett, és hát nagyon zavarba jöttem, most én mondjam neki, hogy gondoljuk át, vagy hogy legyen, de mivel ki szedte belőlem, hogy mit mondott Judit, mondta, hogy jó, gondoljuk át, és akkor így imádkoztunk, de hát akkor én nem éreztem, hogy már 4 éves válás után örültem, hogy az egészet elfelejtettem. Nyilván voltak kellemetlen tapasztalataid a 3 évről, és ugye nagy bizalom kell, igen, hogy valakivel újat kezdünk, de ezek szerint egy nagy kérdés, és a nézők számára is azt gondolom, hogy fontos kérdés, hogy egy elrontott házasságot meg lehet újítani, és egy teljesen új lappal el lehet kezdeni? Hát erre mi vagyunk az élő példák, bizonyítékok, és... Mi vagyunk a bizonyítékok, mert összehasonlíthatatlan a kettő. Tehát én nagyon szerelmes voltam a Katiba megtérésem előtt is, de hát veszekedtünk meg. Ezt már elmondtad. Igen, de utána viszont újból összeházasodtunk, te adtál össze bennünket, és utána teljesen más dimenzió de lett a... Nagy különbség volt a két házassági időszak között, a 3 év, és a következő 30 év. Következő 30 tehát év. 4 év szünet volt, előtt egy pár évig ilyen viharos együttlétek házasság, és utána teljesen összeházasodtunk a polgármesteri hivatalba is, és az úr előtt is, a gyülekezetben. De bíróságnál, tehát a vállópert az... Hát az megvolt, és mi elmentünk újból a polgármesteri hivatalba, ja, és újból összeházasodtunk a magyar állami jogrendszerén, és újból összeházasodtunk a gyülekezetben. És elkezdtétek a szolgálatot, ugye szeretném mondani a nézőknek, hogy Kecskeméten több száz fős gyülekezetnek vagy a pásztora, összesen mennyi is? Hát közel 1000 gyerekekkel együtt. És 1000 fős csarnokotok is van, ami a gyülekezet vásárolt is. Igen, vett meg. Van egy óvodátok, bölcsőbe. Igen, óvoda. Bölcsőbe, és egy vendégházatot is működtettek. Igen, van egy vendégházunk is a Kunsági Nemzeti Parkban. És 7 gyermek. És 7 gyermek. 11 unoka. És 11 unoka. Lehagytál Ádám. És hogy vagy, mint nagypapa, apa, férj? Hát, ezek a szerepeket hogy tudjátok összeegyeztetni? Már a feleség, nő, anya, nagymama? Hát boldogan, hálásan. Hálásak vagyunk, ugye már most jön az életünknek a második szakasza, most kezdődik. Mit gondolsz ezzel? Hát, hogy már most túl vagyunk az első lendületen, most jön a második. Tehát, ugye már a nagyszülő? Igen, tehát hogy szülő. De az nem jobb az, nem? Mint az első. De jó, tehát mindegyiknek megvan a szépsége. Persze, de azért a nagypapa... Nincs akkor a felelősség. Így van, a felelősség szempontja. Több az élvezet. De én azt szoktam mondani, hogy, ennek, hogy meg lehet kérdezni, miért van ennyi gyerekünk, és nekünk azért, mert annyira életszeretet jött a gyülekezetbe, az életünkbe. A gyereket úgy fogtuk föl, hogy az jutalom, áldás, ahogy a Biblia mondja, egy bibliai hős, hogy vénségemre lenne gyönyörűségem, hogy én a jutalomból meg a gyönyörűségből minél többet szerettem volna, meg annyira szerettük egymást, hogy egy ilyen jó kedvünk volt az egészhez.
Katalin, amióta összeházasodtatok újra, érezted azóta, hogy magányos vagy? Nem, soha. Nem soha, és teljesen, mint egy új férjet kaptam, tehát egy új házasság, új élet kezdődött el, mikor összeházasodtunk, tehát így nem lehet összeházat. Tehát ez egy teljesen új minden, és nagyon boldog házasságban. És az a szomorúság vagy fájdalom, az teljesen kitörölte a lelkemből az Úr, meg az Ádám szeretete, ami előtte, amitől megsérültem, az teljesen nyomtalanul eltűnt. Ugye a keresztény démonológiában beszélnek generációs átkokról, és ahogy itt említettétek, ugye az Ádámnak az anyukája öngyilkos lett, a te papád alkoholista, és hát maga a démonológiában is ezek olyan, mondanám, ugye szélsőséges esetek, ami azt jelenti, hogy vannak következményei, a következő generáció, stb. Ti tehát úgy éreztétek, hogy teljesen ettől meg tudtatok szabadulni, semmilyen negatív szellemi teher, vagy pszichikai negatív örökség nem maradt ezután, miután megtértetek. Hát, volt több imád, gondolom, értetek. Igen, tehát mi folyamatosan jártunk a gyülekezetben. Nagyon szereted a szabadulást. Igen, tehát akkor a nagy szabadító alkalmak mentek, tehát én is tudom, sokszor... Tudom, ilyen szabaduló voltál, igen. Emlékszek rá. Én átéltem, én is ilyet, hogy kiment belőlem szél, és úgy éreztem szabadító istentisztelet után, hogy sokkal könnyebb vagyok, szinte lebegek, tehát biztos, hogy kellettek hozzá ezek is. Nekik hát az, hogy nem, az, hogy egy van, hogy a Biblia azt mondja, hogy ő az igazi, hogy az oldalborda ne logjon ki belőlem, csak egy passzol ide. Ezt csak az Úrnak tudtam elhinni a Bibliából, uh-huh. És azóta így magamban teljesen ugye idegen asszonyra sem nézek, mert tudom, hogy ő az igazi, és én a házasságomat 1 milliárd euróért se adnám oda. Tehát nekem többet ér minden pénznek. Most egy indiszkrét kérdésem van. Ugye az első időszakban, a 3 éves szakaszban volt hűtlenség? Egyértelmű, hogy 20-21 éves korom, úgy volt, hogy az első lányunk megszületett, akkor én már elhagytam a Katit, és akkor visszamentem egyszer, mert hallottam, hogy Pajor Tamásék is arrafelé vannak, és kirohantam, és akkor én letérdeltem, és mondtam, hogy elveszlek feleségül, hogyha visszafogadsz. Tehát én egyszer visszakönyörögtem magam, és akkor ő visszafogadott engem. De aztán utána, ahogy megszületett a második gyerekünk, nem bírtam hűséges lenni, és elmentem, és sajnos... Tehát akkor magyarul sajnos, volt igen. Nővel kapcsolatban. Sajnos, igen. Na, és a megtérés után, amiután megtértetek, újraházasodtatok, én úgy tudom, hogy teljesen hűséges maradtatok egymáshoz, soha nem hallottam ilyen krízisről. Így van, tehát arra emlékszem, hogy a házasságunkkor azt mondtad nekünk, hogy amikor összeadtál, hogy legyek hűséges rabszolga, hogy a rabszolga megszökött, a szökött rabszolga visszamegy a gazdájához, akkor kétszeres hűséget kellett esküdni, és én kétszeres hűséget esküdtem a Katinak, úgyhogy nekem csak ő van. Én ezt tartom a legszebbnek az egészbe, úgyhogy megtudtam. De Ádám, a régi életedben, amikor még nem ismerted, el tudtad képzelni magadról, hogy 30 évig, és még a hátra levő még 30 vagy 40 évet kívánjak, 50 évet? Örökké valóságot. Akkor örök életet kívánok. Tehát el tudtad volna képzelni, hogy hűségbe tudsz élni, mert tudod, ez volt, megképviselni, amikor megtértem, egyik ismerős azt mondja, te és ezután nem fogsz csajozni? Ez nem lehet. Ezt nem lehet kibírni. Na? Igen, tehát én ugye megtérés után ezzel nem gondolkoztam, csak tudtam, hogy a bűnöknek meghaltunk, de viszont ő neki meg élek, és hűségesek vagyunk. Tehát itt van már egy ilyen... De a régi életedben erre nem gondoltad volna, hogy erre... Hát említettem, hogy ugye azt gondoltam, ha jön egy szebb, meg egy okosabb, akkor én megyek. Tehát ez volt a tanításban, a materialista tanítás, ugye egy ember azt képzel, hogy most jó, ő vele vagyok, szeretem, szerelmes vagyok, de azért belül ott motoszkál a kis ördög, hogy mi van, ha jön egy szebb, meg egy okosabb, vagy mit tudom én, milyenebb. Na, Ádám, te akkor tudod a házasság kudarcának is az okait, meg a sikerének is. Ezt megosztanád röviden a kedves nézőknek, hogy szerinted milyen okok játszanak szerepet a válásokban?
Hát nyilván természetfölötti okok játszanak mindenképpen. Tehát az ember nem jól gondolkodik a házasságról, már vége. Tehát a tanítás is nagyon fontos, amit a Biblia mond, hogy egy férfinek egy nő, ugye Jézus ezt megerősíti. Ez nagyon fontos, hogy ezt elhiggye az ember, amit az Isten mond, hogy ez az igazság. És előtte pedig szinte, én azokat csodálom, akik Jézus nélkül együtt tudnak maradni, mert én ezt nem tudom megérteni, mert ez lehetetlen volt, mert már a gimnáziumban ugye benne volt ez a csajozás, ahogy te mondod, ez a fajta gondolkodás, és akkor amikor megismeri az ember az igazit, ha megismeri, akkor is valami szétszedi, valami erő. Én nem gondolkodtam akkor, hogy én sem, amikor elváltam, akkor gondolom, hogy ez hülyeség. Volt, hogy ez eszembe jutott, hogy nem kellett volna, csak akkor már a büszkeségem, meg olyan dolgok nem engedték, hogy kibéküljünk. A megtérésem óta meg, és újra házasodásunk óta, annyira boldogságnak élem meg a házasságot, meg Isten ajándékának élem meg a Katét, és egyre jobban szeretem, mint valaha, hogy ez akkor, hogy hát bolond lennék meg, csaj, meg hány gyermeket? Házas már? 5 gyermekem már házas, és 11 gyerekünk van, de lehet, hogy mire kimondom. Unokánk. Vagy 11 unokánk van, de mire kimondom, lehet, hogy már több. Várjátok a következő unokát? Igen, így szokott lenni, hogy megállapítjuk. Nem csak nem tudjuk. Hát és ti is szoktatok együtt imádkozni a családban, hogy neveltétek a gyerekeket megtérés után természetesen? Igen, tehát ezt nagyon fontosnak tartom, amit kérdeztél, ugye pásztori szolgálatban is vagyunk. Nagyon sok hölgy hiányolja a feleség és anyukák, hogy nem imádkozik vele együtt a férjek, sőt, ezt fel is mértük, Kecskeméten volt egy ilyen alkalom, ahol fölmérték, hogy a hölgyek mit szeretnének a legjobban a férjük, tehát, hogy ha együtt imádkoznának vele. Igen. Ez jött ki. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Eredménybe, és mi a Katival mindig nagyon sokszor leülünk, együtt imádkozunk, és akkor a Biblia olvasás és imádkozás után meg is beszéljük a szellemi dolgokat. Üzenetet. Én azért, mert szellem, lélek, test egysége, és hiszem, hogy ez az egyik titka, kulcsa. Hát nyilván sok minden van, de ez a természet fölötti kegyelem. Tehát a házastársi egységnek az epicentrum az a spirituális, ahogy értem, te is így érted. Én nem tudok mást mondani. Ezt. Aminek a beteljesítése a testi kapcsolat. Így van. Tehát az is egy nagyon-nagyon fontos része, de az alapja a szellemi része, és még a testi része is egy sokkal jobb minden a házasság. Tehát egy teljesen kegyelem alá kerül az ember. Tehát a szellem az, amely elevenít, és a szellem az mindent megelevenít. Igen. Tehát ettől nem lesz sivár és unalmas, 30 év után sem a házasság. Igen. Sőt, izgalmas. Tehát volt ugye, két jegygyűrűm van, hoppá. És akkor ez a 25 éves házassági jegygyűrűm, itt rá is van írva héberül, hogy én a szerelmesemé vagyok, ő az enyém, és a 25 éves házasságon, évfordulókon elviszem a Katit mindig vacsorázni, és akkor mondom a Katinak, hogy hát hűséges voltam hozzád, stb. És akkor nem, hogy értékel, de aztán mondta, hogy ő is hűséges volt hozzám, azt is értékeljem. És utána ott rájöttünk, és akkor ezen elkezdtünk gondolkodni, és akkor így erre jutottunk, hogy igazából ez való kegyelem. Tehát nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi. Nem ez de működik ez, az de a működik, és jó. Dicsőség Istennek. Sajnálom, hogy lejár a műsoridőnk, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy elfogadtátok a meghívást. Nagyon bátorító és hitet erősítő a bizonságotok, hogy amit az ember elront, az Istennel újra lehet kezdeni, és az Isten felépíti. És megkérlek téged is, Ádám, arra, hogy különösen imádkozzál azokért, a kedves nézőkért, akiknek válságban van a házasságuk, hogy ne a válást válasszák, hanem a megtérést az élő Istenhez, és az Isten kegyelmét is kért az életükre, hogy meg tudjanak újulni szeretetben, és meg tudjanak egymásnak bocsátani. Ugye, mert ez is tudod, kulcsfontosságú. Igen. Mennyei Atyám, hálát adok neked. Köszönöm, hogy az egyszülött fiadat, Jézus Krisztust elküldted erre a földre. Köszönöm, hogy elküldted a szeretetedet, a megváltásodat, és Jézus Krisztus feltámadt. Köszönöm, hogy az én házasságomat helyreállítottad, és sokkal boldogabb vagyok, mint valaha.
köszönöm, Uram, a sok jó házasságot a gyülekezetbe Magyarországon, és kérlek, Uram, ahol válságban vannak a házasságok, elidegenedések, elhidegülések, esetleg megcsalások, válások vannak, szólj az ő szívükhöz, árasz királyuk a te kegyelmedet, és tégy csodát, hogy újból szerelembe, egységbe tudják szolgálni az élő Istent a Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönöm szépen a bizonságotokat, és szeretném a nézőknek elmondani, hogy a Vidám Vasárnap szerkesztősége továbbra is Budapest 10. kerület Gyömrői út 69, és a telefonszámunk is változatlan 061-443-22-777, illetve 06-30-344-43-88. Várjuk nagy szeretettel a kedves televízió nézőknek a kéréseit, imakéréseit, észrevételeit, és kérem, hogy jelezzenek vissza, hogy a Vidám Vasárnapnak a rendkívüli adásait esetleg többször is erre sor kerítsünk, és több ilyen jellegű beszélgetés legyen. Nagyon nagy örömmel veszük, hogyha elküldik a kedves nézők az észrevételeiket. Viszontlátásra!